Mikes Kelemen, Törökországi Levelek, első rész. Gallipoli, 1717. október 10-én. Édes némém, hálá legyen az Istennek, mi ide érkeztünk ma szerencsésen, Franciaországból pedig szeptember 15-én indultunk meg. A fejedelmünknek, Istennek hálá, jó egészsége volna, hogyha a köszvény búcsút akarna tőle venni, de reméljük, hogy itt a török áér előzi. Éves némém, mi jó a földön járni! Látja, két, még Szent Péter is megijedt volt, mikor a vízben sipadoztak a lábai. Hát mi bűnösök, hogy ne félnénk, amidőn a hajunk olyan nagy habok között fordult egyik oldaláról a másikára, mint az erdélyi nagy hegyek. Némelykor azoknak a tetején mentünk el, némelykor pedig olyan nagy völgyben estünk, hogy már csak azt vártuk, hogy ránk omoljanak azok a vízhegyek, de mégis olyan emberségesek voltanak, hogy többet nem adtak innunk, mint sem kellett volna. Eléga, hogy itt vagyunk egészségben, mert a tengeren is megbetegszik az ember, nem csak a földön. A fejedelmünk a hajóból még nem szállott vala le, hogy egy tatárhám, akit exiliumban vagyon, holmi ajándékot külde, és a többi között egy szép lovat nyergelve. Itt a fejedelemnek jó szállást adtak, de mi ebül vagyunk szállva, de mégis jobban szeretek itt lenni, mint sem a hajóban. Remélem, édes néném, hogy már ezután, mint hogy egy áérrel élünk, gyakrabban veszem kedves levelit. De mint hogy egy nehány száz mélyfölddel közelebb vagyunk egymáshoz, úgy tetszik, hogy már inkább is kell kédnek engemet szeretni, én pedig, ha igen szeretem is kédet, de többet nem írhatok, mert úgy tetszik, mintha a ház keringene velem, mintha most is a hajóban volnék. Gallipoli, 1717. október 21-én. Édes néném, még kédnek semmi levelét nem vettem, amely nem igen jól esik nekem, de az igen jól esett, látván a közvény, hogy nem becsülik a fejedelmet elhagyá, aki is ma a tatárhám látogatására mene ugyan a tatárhám lován. Igen nagy barátsággal fogadta, azt gondoltam elsőben, hogy majd elrabolnak bennünket, már csak azt néztem, hogy melyik kötöz meg. De ezek igen emberséges emberek, jó szívvel beszélgettek volna velünk, de oly kevés idő alatt nem lehetünk tatárokká. A fejedelem elbúcsúzván a hámtól, mi is megköszönvén csak főintéssel ő tatárságoknak jó akaratjokot, a szállásra menénk, és az urunknál egy szép paripát hagyának. Gondolom, hogy holnap ide ezt a puszta, kies, szomorú lakóhelyet, mivel a császár veres hintója elérkezett, amelyet urunk után küldöttek. Veresnek azért hívom, mert kívül veres posztóval vagyom béborítva, de a hintó nevet nem érdemli, mert csak kocsi. Azt ott pedig négy fejér szokta húzni vagy vonni, azokot pedig az ügettetéssel nem terhelik, mivel már azt is elfelejtették, annyira megöregedtek. Nyolcvan esztendőt csak adhatni a négynek. E mind jó, édes néném, de Belgrádnál megverték a törököt. A nép itt már szalad Ázsiába. Úgy tetszik, mintha már a német Drinápolynál volna, noha vagyon onnét másfél száz mélyföldnyire. Eleget mondjuk, hogy mi azért jöttünk, hogy véleg hadakozzunk, de ők csak szaladnak, ki ide, ki amoda. Ja, édes nénim, hogy lehet ilyen néppel hadakozni? Eléga, hogy holnap megindulunk Drinápoly felé, hogy ott meglássuk azt a hatalmas és sokfeleségű császárt és a fényes tündöklő portát. De, édes édesnéném, a restséget el kell űzni, a tőt le kell tenni, azokban a kis kezecskékben a pennát kell venni, és én nekem gyakran kell írni legalább minden héten hét levelet. De az egészségre igen kell vigyázni, és engemet szeretni kell. Mert ki szerethetni az édes nénémet jobban, mint én? 1717. október 29-én Ideje már édesnéném egy levelét venni kédnek, amelyet itt adták meg. Megérdemli már kéd is, hogy megírjam, miképpen érkeztünk ebben a császári városban. Gallipoliból 22-én indultunk valameg. Az úton semmi olyan dolog nem történt, amely méltó volna, hogy megírjam, mivel jöttünk, amint jöhettünk, ki jó, ki kacsivalovakon. 28-án pedig másfél mélyföldnyire érkezvén Dinápolytól a Kajmakán tihája, azaz udvari kapitánya, vagy kétszázig való tisztekkel jöve urunk elejben, hogy köszöntse a császárt és az ura nevével. De ami legjobb volt, fél mélyföldnyire a várostól sátorok alatt megvendégele bennünket az ura nevével. De ki gondolhatná, hogy a töröknek olyan jó étele volna? A való, hogy mindenikünk éhezett, de az is való édesnéném, hogy étlen keltem fel asztaltól, noha ettem legalább nyolc tál étekből. Ezt kéd el nem hinné, ha a szokás nem tudná. Ebb szokás, kutya szokás. Jaj, édesnéném, elig mártottunk egyszer a tálban, hogy azt elvitték előlünk, a másodikát, a harmadikát, egy szóval hetven vagy nyolcvan tál így repült el előlünk. Némelyikben még nem is mártottunk, már vitték. Úgy tetszik, hogy csak az orrunkat akarták megvendégelni, és így koplalva költünk fel a gazdag ebédtől. Úgy voltunk valamint Tantalus a televízzel való kádban, de mégis nem ihatik belőle. Felfogadtam akkor haragos koplalásomban, hogy soha éhen török vendégségben nem megyek. De az itarról szó sem volt. A való, hogy amennyit ettünk, semmi szomjúságot nem okozott. Ennek a száraz ebédnek vége lévén azután igen könnyen lóra ülénk. Az urunk a császárparipáján nagy pompával mene a városon végig a szállására, este pedig jó vacsorát küldött nekünk a kajmakán, amely jobb volt az ebédnél, mert nem törökök szolgáltak az asztalnál, hanem a mi cselédeink, és akkor vitték ki a tálat, amikor mondottuk. Ez a kajmakán pedig igen kedves embere a császárnak, hogy ne volna, mikor a leányával hál. Mint hogy a vezér táborban vagyon, most ő viszi végben hivatalját. Ibrahimnak hívják. Az urunknak ége jó akarója. Ez is jovallotta egyik a császárnak, hogy utána küldjön Franciaországban. Még nem láttam ő almakánságát de ha soha nem látom is, szeretem kédet. Hát kéd, engemet? Nápoj 1717. december 17-én. Ma édes néném, a vezér izené az urunknak, hogy jó szívvel látná, ha hozzája menne. De minthogy mi mind hajduk vagyunk, csak az urunknak vagyon három lova, azért mindenikünk alá egy-egy lovat hoztanak, és nagy török ceremóniával menénk a vezérhez. De ítélj el, kéd, mint megijedtem volt, mert midőn a vezérházában léptünk, a sok nép teli torokkal kezdte kiáltozni, mint mikor azt kiáltják, tolvaj! Csak azt néztem már, hogy melyik ragad meg. De az ilyettség nem sokáig tarta, mert a vezér jó szívvel fogadá az urunkot, és maga mellé ülteté. Kérdeztem azután, hogy mire való volt az a kiáltozás. Mondották, hogy szokás kiáltani, mikor a vezér valamely idegen úrnak ád audienciát. Éljen Mahomet, éljen a győzhetetlen császár, éljen a hatalmas vezér. Édes néném, látja kéd, mikor az ember a szokás nem tudja? Másszor én sem ijedek meg. Elég a, hogy az urunk két óráig volt a mészárossal. Azért mondom Mészárosnak a vezért, mert apjának s neki magának is ez volt a becsületes mestersége valaha. De azt mondják felőle, hogy több esze vagyon, mint sem egy mészárosnak, és nem csak a bárdot tudja forgatni, hanem az ország dolgát is. Csak elhihetjük, mikor olyan nagy eszőember ember mondja azt felőle, mint a mi úrunk, aki is a vezér paripáján ment vissza, és azt ide ajándékozta. már -e szokás? Tudom, hogy mikor a császárhoz megyünk, akkor is lesz egy paripánk. Mondottam már, hogy ezek a vezérek a földi istenek. Egy királyhoz illenék ezeknek nagy pompályok, gazdagságok, nagy udvarok. De minthogy a pompájuknak egyik része abban áll, hogy mindenkor sok szolga álljon előtte, mikor pedig országos dolgokról beszélnek, a szolgák ott nem lehetnek. Azért néma szolgák ott tartanak, és azok az intést úgy értik, mintha szólnának. És ezek vannak benne a házban, amidőn a vezér titkos dolgokról beszél. En nem jó szokás, é. Talán még nálunk is jó volna az ilyen szokás, és nem volna annyi te a háznál. Mi jutott eszembe? Ha nálunk az öregasszonyok némák volnának, a leányasszonyok nem bánnák. De én azt bánom, hogy a mi dolgunk igen-igen némán foly, és semmi elébb való mozdulását nem látom. De attól tartok, hogy még hátrább ne menjen, és itt ne telepedjünk meg. Édes néném, a fazakas akaratján kell járni a fazéknak, és azt nem mondhatja a fazakasnak, miért küldöttél engem Dénápolyba. Jobban szerettem volna káposztás fazék lenni Erdében, mint sem kávétívó fincsája a császárnak. Azt nem okosan mondja é a török, hogy az Isten rakás kenyereket hintettel imit amott az ember számára, és oda kinek-kinek el kell menni, és ott kell maradni valamég a kenyérben tart. Itt vagyon a mi rakás kenyerünk elhintve, azért együnk belőle, amíg abban tart, zúgolódás nélkül, és azt nem mondjuk, hogy jobb volna Erdélyben málét enni, mint itt búza búzakenyeret. Édes néném, talán nem ok nélkül tartok én attól, hogy ha jó Isten megtart ebben a bujdosó testben, talán egy kazalnyi rakás kenyeret kell megennem ebben az országban, mert ha egyszer megverik a törököt, ha lehet tőle, Az békességgel keni meg. A mi mészárosunk a jó vezér is, de nem jó hadi ember. Ha szinte jó hadi ember volna is, de őtet a császár úgy nem szereti, mint a kalmakánt, akinek igen nagy esze vagyon, de a hadakozást úgy szereti, mint én a prókátorságot, csak annyit is tud hozzá, de a vezérségen tudni való dolog, hogy kap. A császár veje lévén el is érheti, ha azt pedig eléri, a bizonyos, hogy a békességet megcsinálja, ha pedig a békesség meg lesz, csak üljünk a rakás kenyerünk mellé, mert innét ki nem megyünk addig, amíg azt meg nem esszük. Én pedig mindaddig valamíg a rakás kenyeremben tart, szívesen szeretem kédet. Hát kéd engemet, az egészségére jól vigyázzon kéd, semmi nincsen annál drágább. Drinápoly, 1718. május 9-én. Némelyeket az Isten felmagasztal, némelyeket megaláz, és mindeniknek hálákot kell néki adni. Édes néném, ma ez itt megtörtént, és régen mondom kédnek, hogy mely nagy világi boldogság a császár leányával hálni, és micsoda nagy eset a mészárosnak a vezérségből kiesni. A kalmakán ma a vezérségre felhága, és a szegény mészáros abból kiesék. Ma a császár egy kapicsi pasát küld a vezérhez, hogy a pecsétet adja vissza, és mindenit a sátorában hagyván onnét menjen ki. Szegénynek mindenét egyszer s mind el kellették hadni, csak a rajta való köntössel lóra ültették, s egy nehány ki kísérte a városból lehetetlen vala a szívnek rajta meg nem esni, amidőn az ablakunk alatt mene el vagy tizenkét kísérővel. A való, hogy meg nem ölik, hanem valamely basaságot adnak néki. De micsoda nagy magasságról esett le. Ha megtekintjük, hogy mészáros volt, azt mondhatjuk, hogy nem nagyot esett, de azt kell néznünk, hogy micsoda felment volt, és fejedelmek rendin volt, úgy meglátjuk, hogy mélységben esett. Az ilyen állapotban látjuk, hogy a királyoknak ura a porból, az ekemellől, a mészár székből nagyra felemel valakit, és egy kevés idő múlva az előbbeni állapotjára hagyja esni, és az eset után való állapot sokkal nehezebb a felemeltetés előtt való állapotnál, mert a világi dicsőséget megkóstolta. Éles néném, eleget elmélkedhetnék az ember az ilyen változásokon de azt kell meggondolnom, hogy levelet írok, nem könyvet. Hanem már visszatérek ahhoz a világi boldogságban lévő új vezérhez, akinek is minden boldogságával csak olyan sorsa lesz még, ha nem rosszabb, mint az előtte valójának, de addig csak úsz, amíg lehet. Mihent a szegény mészárostól a pecsétet elkérette a császár, és kitették minden jószágából, a kalmakánynak adta a császára pecsétet, és azzal a hatalmas vezérségre felemelte. És a császártól kimenvén pompával ment a letett vezérnek sátorában, ahol minden jószágát kezihez vette és magáinak foglalta. Szép dolog, édesnéném, ura lenni fél óra alatt egy-nehány százezer tallért érő portékának. Csak nem bizonyosnak tarthatta ez a szerencsés vezér, hogy azt a dicsőséget eléri, egyik a, hogy a császár a feleségét igen szereti, másik a, hogy magát is igen kedveli, hogy nem mászott volna fel a kerékre. Ez a való nem volt mészáros, de egy szegény íródeákságból vette fel a császár, azután elébb-elébb vitte, a leányát is neki adta, kalmakánynak tette, ihon már vezér, és Ibrahim pasának hívják. Szeretném tudni, hogy ha gondolkodik ki a világi változásokról, de ha gondolkodik is, ha nem is, már a pócon vagyon, ott ül, amíg lehet, mi is itt ülünk, amíg lehet, mert csak nem bizonyos, hogy már hadakozást nem kell várni, és a békességet is maga mellé ülteti. A maga haszna keresése is azt hozza magával, mert ő nem hadakozó ember, elméje nagy vagyon, de nem a hadakozásra. Még most is elég biztatást adnak, de a mind füstben megyen és a hazánk felé való menetelünknek sok szép vigasztalása úgy eloszlik, mint a felhő. Kétségben kell tehát esnünk. Távul legyen. Bízzunk, reméljünk édesnéném az Istenben, ha szinte minden bizonyal tudnók is, hogy meg nem adja azt, amit kívánunk. A való nehéz zágon nélkül ellenni, nehéz minden esztendőben tizenkét hónappal a vállomot terhelni, és a házasságtól messze vagy teljességgel elesni, e mind nehéz és súlyos dolog, úgy é, édesnéném, de azért vagyunk keresztények, hogy bízzunk. Ismét elfelejtettem, hogy levelet írok, és nem könyvet, és hogy kérnek semmi szüksége nincsen az én prédikálásomra. De az asszonyt alázatosan követi prédikátor uram, mert ma itt olyan nap vagyon, hogy két embert a mértékben tettek, az egyike felment, a másik le, és mi a földön maradtunk. Mégis prédikátor uram az ilyenről ne gondolkodjék. A pedig csak azért, hogy az asszonya nem kell félben hagyatni a játékot, és hosszú levéllel nem fárasztani. Megmondám, hogy szeretem a bosszú állást. Hé, ha tudná kéd, mint szeretem kédet. Hát kéd? Az egészségére vigyázzon kéd, de a gyertyám mindjárt elaluszik. Én is alszom. Mikes Kelemen, Törökországi Levelek, második rész. Drinápoly, 1718. június 6-án. Mi még itt vagyunk, de nem tudjuk, mire ítéltetünk. Hadakozásra é, vagy békességre. Gondolom, hogy az utolsóval vetnek itt láncra. A rézefendit, a kancelláriust, gyakran küldi a porta az urunkhoz, aki minden zsebét, kebelit, csalmáját telehozza ide ígérettel, de csak ígérettel, és nem valósággal. Nagyon bíztatnak a hadakozással, de mennél inkább beszél a török hadakozásról, annál nagyobb kedve vagyon a békességre. De ki mérne gondolkodni a békességről, holott ma a vezér tollasan, fegyveresen, valamint egy herkules a hadakkal megindult innét Szófia felé. Tudja ő azt, hogy nem lesz szüksége a sok hadra, amint is nem sok had mene el véle. Eléga, hogy mind a vezér, mind a Jancsár aga igen nagy pompával indultak meg. Ez csak komédia mert ők már régen járnak a békesség után, nem is egyébért megyen Szofia felé, hanem hogy közelebb legyen a helyhez, ahol a békesség traktájára gyülekeznek a követek. Ilyen formán, édesnéném, ellene nem mondjunk, de bízvást hátat fordítsunk Erdélynek, annak a kedves tündérországnak, és imádjuk az Istennek rajtunk való csodálatos rendelését, nem csak a mostanit, de még a jövendőt is, mert ugyan gondolja elked. A császár nagy ígéretekkel televaló szép levéllel küld egy kapicsi basát az urunk után Franciaországban, pápai János uramot is elküldötte a porta a kapicsi basával. A bizonyos, hogy olyan reménység alatt jöttünk ide, hogy hadakozás által menjünk be hazánkban, de nem a volt az irántunk való rendelés – az el volt végezve, hogy mi ide békességre jöjjünk, és ebben az országban töltsük el a bujdosást. De ha az Isten a hadakozásról való reménységünket meggátolta, imádjuk másfelől az ő hozzánk való jóságát, mert amicsoda nagy szövetségben vagyunk most a francia a császárral, az igaz, hogy Franciaországban maradása nem lehetett volna, és ha ide nem híták volna is, csak kételen lett volna Franciaországból kimenni az urunknak. Amint, hogy mihent ide érkezett az orleáni herceg, a francia régens, az urunkkal semmi korespondenciát nem tartott, és leveleire választ nem adott. A császáról való kolligációjára való nézve, mit csináltunk volna tehát, hogyha az Isten nem akarván ide való jövetelünket, a török utánunk nem küldött volna olyan nagy tisztességgel. Talán hivatlan is ide kellett volna jönnünk, és nem fogadtak volna olyan nagy becsülettel. Itt pedig az urunk nagy becsületben vagyon. Pénzt elegendőt adnak, és annyit, hogy Franciaországban hat esztendeig sem adtak annyit, mint itt esztendőre adnak. Látja két, mely jó az Isten! ha egyik kezivel eltakarja előttünk Erdélyt, a másikával táplál. Édesnéném, hát kétségben essünk é. Nem, hanem bízzunk, és mindaddig reméljük, hogy meglátjuk azt a tündérországot, valamíg élünk. Ha meghalunk, azután lássa meg, akitől lehet. De a lehet, hogy az egészségire vigyázzon kéd, az is lehet, hogy szeretkéd, de azt nem lehet elhinni. Mint szeretem kédet. Drinápoly 1718. augusztus 15-én. Éhon édes néném, el az utolsó levelem ebből a császári városból. Itt már megettük a nekünk rendeltetett rakáskenyeret. Már tovább megyünk, de nem elé, hanem hátra, és azon rakáskenyér mellé ülünk, amely Konstancinápoly mellett vár minket, mert amitől tartottunk, abban torkig estünk. Kiveszen ki abból. Csak az Isten. Ennek előtte egy nehány nappal hozák meg a hírit, hogy július 21-én a vezér megcsinálta a 24 esztendeig tartó békességet a némettel. Ha addig itt kell ülnöm, jó éjszakát a mennyasszony táncának. Jaj, édes nénim, ha addig az édes marad a kövér csak török kenyeret kell enni a rakásból. A békesség meglévén itt már semmi dolgunk nincsen, meg is indítják holnap az urunkat a császári főváros felé. Már itt erősen rakodunk. Elég szekereket adtak számunkra, még többet, mint sem kellene, mert elítélhetik két, hogy minden portékámot felraktam egy kis szekérnek a negyed részére. Az én portékám pedig nem legkevesebb a többinél. Vannak itt olyanok, hogy tizen sem rakhatnak meg egy szekerecskét. De még lovakot is rendeltek alánk, mert ha ötvenem vagyunk is, de nincsen több öt lovunknál. Amint már megmondottam, holnap megindulunk. Hol el lakóhelyünk, még nem tudom. Elég a, hogy innét elvisznek valahová. Forgács úr is velünk jő. Micsoda örömmel látom meg kédet. De az egészség jó legyen, hogy az öröm is nagy lehessen. Többet is írnék, de mikor útra kell készülni, akkor nem lehet sokat írni. Isten kéddel, édes nénim, ihon ebédre hínak. Jénikő, 1718. szeptember 22-én. Tudja már két honnét dátálom levelemet? Azt is észreveheti két, hogy már a bujdosó izraeliták a sátorok alól házakban szállottanak végtire. Az urunknak rendes és alkalmatos szállása vagyon. Azt is tudja két, hogy éppen a tengerparton vagyunk, és olyan igen a tengerparton, hogy az én házam alá vízem bélyöhetni. De azt nem tudja kéd, kiházánál lakunk, távol azt mondhatná valaki, hogy valamely főispány a gazdánk, mindazonáltal talán elmondhatni főispánynak a rókák között, mert szőcs, de igen gazdag. A vezér szőcse, hogy ne volna gazdag. Ma szállottunk be ide, és annyi portékánk vagyon, hogy fél óra alatt kikibérakoskodott a szállására. A házamban se szék, se asztal nem alkalmatlankodik. Nám a régiek el lehettek, annyi házi eszköz nélkül. Hát mi miért nem lehetnénk el? Bercsényi urat az asszonynal várjuk ide. A két szomszédságában lesznek szálva, de nem tudom meddig. Elég az édesnéném, hogy már mi itten a rakás kenyér mellé ültünk, csak az Isten tudja, meddig fog tartani, és hol hintettek el még másút kenyeret számunkra, mert oda csak el kell menni, akármint vonogassa az ember magát, de azt csak fel kell szedni. Azt akarnám, ha kédnek is hintettek volna el legalább két kenyeret itt nálunk, mert azt remélem, hogy eljő kéd látogatásunkra. Ugyanis micsoda gyönyörűség egy asszonynak egy szép kis festett hajóban ülni, amelyet három erős török úgy viszi a habok hátár, mint a nyíl. Keményebb volna a szív a kősziklánál, ha ide nem jőne kéd egy nehány órára. Elvárlak, édesnéném, úgy is szeretlek, mint a káposztát, ha idejössz. De az egészségre vigyázzunk! Jénikő, 1718. december 28-án Azt ott még előre által láttam, hogy Bercsényéné asszonyom meg fog kédnek tetszeni elmondhatni valósággal, hogy méltóságos asszony, mert sokan viselik az asszony nevet, de nem mindenik viseli érdemesen azt a nevet, és az olyanokot csak asszonyocskáknak kellene híni, vagy asszonyállatnak. Ne szóljunk az asszonyok ellen. Elég a, hogy azzal az úri inkább eltöltheti kéd az időt, mint sem a görög kérácákkal. Az asszony maga mulatságot nem indít, mert tél felé megkezd sárgulni a fának is a levele, de a vigasságról beszélni igen szeret, főképpen a tavaszi idejében való dolgokról. Azt írja Kéd, hogy az asszony orcáján olyan idős korában is megtetszik, hogy ifjú korában szép volt, és hogy most a szép télhez hasonlíthatni. De azt ki ne nevetné, hogy azt szeretnék megtudni, hogy miért annak az úriasszonynak az orra fekete, és orcája fehér. Ezt a mesét mindjárt megfejtem kédnek. Az attól vagyon, hogy már házos levén meghimlődzött. az tudja kéd, hogy az úri asszonyokot másképpen gyógyítják, mint sem a közönségeseket. Nyernek is rajta sokszor, mint birtók a csíkben. Mihent megbetegedett? Egy sereg doktorokot gyűjtöttek esze, ki egyet, ki mást jobballott, hogy a himlő meg ne lássék, és a szépség megmaradjon. Egyik a többi között azt joballotta, hogy meg kell aranyozni az orcáját. Ennek a voksát bévették, és levél aranyjal B tapasztották, és eleven képet csináltak belőle. Ennek lévén egy ideig annak úgy kellett maradni, de azután csak le kellett venni az aranyot, mert aranyos orcával elítélhetiked, hogy nem lehetett járni, és a piros orca csak inkább tetszik, mint sem az aranyas. De már az volt a mesterség, hogy vegyék le. A sokféle víz le nem mosta, hanem tőhegyel kellett lassanként lefeszegetni az aranyat az orcájáról, mégis mind leásták, de az orrára inkább oda odaszáradott volt, azért nehezebb is volt a munka, végtire onnét is lefeszegették, de feketén maradott azért nem jóvallom senkinek, hogy megaranyoztassa az orcáját. Immár tudja kéd, hogy miért fekete annak az úriasszonynak az orra, de azt nem tudja kéd, hogy holnap a vezér szemben akar lenni a fejedelemmel csak magánoson. Ez a vezér még eddig jó barátsággal volt mi hozzánk, és a bujdosó urak éppen nem panaszkodhatnak ellene, megválik, mint végzi, mert itt a változás könnyen megesik, és az ajándék a vezérekkel hátat fordíttat. Mi pedig nem vagyunk abban az állapotban, hogy adhassunk, sőt, még mi is tőlök várunk. Aki pedig hatalmasabb, az erősebb, és az kötheti meg pénzzel a török urakot, ezek pedig úgy tekintenek bennünket, mint olyanokot, akik mindenkor készek vannak a kérésre, de az adást nek nominatur in vobis. Itt mi elegen vagyunk, elég tahint ádaporta, eleget eszünk, de azzal ruhásabbak nem vagyunk sem én, sem más. A mi úrunknak pedig természete a, hogy kéretlen nem ád. Annyi esztendőktől fogvást, hogy szolgálom, soha semmit nem kértem. Édes néném, már el nem kezdem. Egy erdélyi nemes emberhez a nem illik, aki jobban szereti szükségben lenni, mint sem kérni. Az én hivatalom a, hogy szolgáljam híven, és hagyjam az Istenre a többit. Egy erdélyi nemes ember felől nem lehet nagyobb gyalázatot mondani, mint azt, hogy az adomért szolgál. Tudja-e, kéd, hogy most csak hamar egy leányból asszony csinálnak? Nem tudom, hogy mikor leszen az a szerencsés nap, de azt tudom, hogy igen akarnám, ha az én lakadalmam olyan közel volna, mint azért a piros leányé. Én szeretem Kédet, de úgy, ha az egészségére vigyáz. Jénikő, 1719. július 16-án. Azt ott jól mondják édes hogy nincsen olyan jó társaság, aki egymástól megneváljék. Bercsényi uram az asszonnyal és minden pereputjával ideérkezvén itt lesznek mindaddig, valamik tarabiában rendelt szállásokat elkészíthetik. Tarabia pedig hozzánk földön fél órára vagyon, vizen pedig egy fertájóra, hogy így esett, azt ott igen bánom kédre való nézve. Tudom, hogy gyakorta meghántatja két magát a tengeren, és hozzánk kirugaszkodik a tengeri lovakon. Az asszony ott közel lévén gyakrabban mulathatta két magát, és az idő is inkább tölt, de már ezután tengeren kell idejönni, mikor az asszonyhoz akar két menni. Édes néném, paciencia. Aki erősebb, a hatalmasabb. Azt jól tudja tán kéd, hogy kikövetje cselekedte aztot, hogy Bercsényi Pérából kiköltözködjék addig, amíg odaérkezik, nem akar vén véle egy városban lakni. Már most mind együre szorultunk, valamennyi bújdosók vagyunk, kettőnk kívül, és itt várjuk, hogy hová fog bennünket vezetni a felleg, valamint az izraelitákat a pusztában. Nagy csuda lesz, ha még bennünket is el nem ugratnak innét. Azt, hogy csak éppen azért bánnám, hogy kéttől messzébb lennék, de másként azt akarnók, hogy ma vinnének el innét, mert igen szoros helyt vagyunk, és ha égés volna, máshová nem szaladhatnánk, hanem a tengerbe kellene ugranunk. Én nyernék rajta, mint Bertók a csíkban, úszni sem tudok. Édes néném, minden embernek az Isten rendelése alá kell magát vetni, főképpen a bujdosóknak, de még főképpen azoknak, akik Törökországban bujdosnak, mert sohult olyan hirtelenséggel a változás meg nem esik, mint itt. Mert itt semmi bizonyosabb dolgot magának nem ígérhet senki, mint azt, hogy bizonytalan az állapotja. Ihon már a békesség megvagyon, mit remélhetünk? Olyan udvarral vagyon dolgunk, ahol a miniszterek minden nap változnak, ahol ha ma egy dolgot elvégez az ember, holnap az újakkal újra kell kezdeni. Azt ott pedig lenne, ha az ajándékon nem kezdik, jó kezdet itt sem lehet várni. Ez a mostani vezér a magyarokhoz magát jól mutatja, de a boldogulásoknak eszköze sohasem leszen, mert a hadakozást nem tudván attól irtózik, és kész inkább mindenre hajolni, csak a hadakozásról ne hajjon szólani. Ő néki magának vagyon oka hozzá, mert legkisebb szerencsétlenségért a hadakozásban leteszik a vezéreket, békességes időben pedig e jól tudja a dolgokat folytatni. De ki ígérheti azt nékünk, hogy állandó legyen a hozzánk való jó akaratja. Hogyha pedig az elméjét megváltoztatják, mit nem várhatunk tőle? Csak már most is az ő kopárszakállú tihája, udvari kapitánya, nagyobb idegenséggel vagyon hozzánk, mint azelőtt. Mindenféle dolog pedig ezáltal megyen a vezér elejben. Mindennek ehhez kell menni, és csak ő általa kell folytatni a vezérrel való dolgot, és ha ezt megcsinálják azok, akik minálunk hatalmasabbak és rosszunkot kívánják, oda leszünk a tyúkoknak. A dicséretes ebben a vezérben, hogy az idegen országokról való dolgokban gyakorta kér tanácsot a mi fejedelmünktől, azt ott béveszi és követi, akinek is nagy eszét megüsmérte de mindenkor csak reál megyek arra, hogy holnap vagy holnap után találkozhatik olyan, ki megváltoztathatja elméit. Emberé. Igenis ember, megváltozhatik hát, és az idevaló emberek abban inkább emberek, mint sem másutt. De édes néném, mit vizsgálom én a jövendőt? Hagyjuk azt a jövendő urára. Én nekem csak azon kell törődnöm, hogy mikor láthatom kédet, mikor nevethetek kéddel, és mikor ehetünk káposztát. Ó, nem merek már a káposztáról szólni, mert a minap káposztás fazéknak nevezének. Csak azért is úgy szeretem kédet, mint a káposztát. Hát kéd? Hát az egészség felől semmit sem írunk. Jénikő, 1719. október 10-én. Micsoda szép állapot az, Tegnap ebédet Ázsiában ettem, vacsorát pedig Európában, ide pedig nem a levegő égben hoztak, hanem a vizen. A talán tudva nincsen kédnél, hogy mi most is abban a szándékban vagyunk, hogy Franciaországban visszámenjünk, és ha csak a mi akaratunkon állana, ma indulnánk meg, de csak az akarat áll mi rajtunk, a tehetség pedig máson, mivel a fejedelem ezen szándéka iránt a francia udvarnak egy néhány rendbéli leveleket írván, arra egyenes választ nem vehetett még eddig. Az udvar se nem tiltja, se nem jovalja az odavaló menetelit világoson, amelyekből kitetszik, hogy nem kívánja odavaló menetelünket. Inimicus homo hoc félcit. Akik itt mi ellenünk vannak, ott is ugyanazok gátolták meg utunkot, Franciaországot az Orleáni herceg igazgatván, mivel a király még nem arra való. Ő mindenkor nagy barátságot mutatott a mi urunkhoz, az anyja pedig len, aki is egy házból való a mi fejedelem asszonyunkkal, úgy szerette, mint a fiát, mint holtig. De a fejedelmek között lévő atyafiság és barátság olyan, mint a nátszál. Ha jól vagyon dolgod, mind az atyafiság, mind a barátság fent vagyon, ha pedig rosszul vagyon és rájuk szorulsz, csak azt mondják. Nesció vosz. Em már rajtunk beteljesedett, mivel az orláni hercegnek az urunk még egy levelét sem vette. Annyi sok szép ígéreti után legkisebben dolgait ebben az országban a portán nem segítette. Ilyen a fejedelmek barátsága, ilyen reménység nélkül lehet hozzájuk folyamodni mindazoknak, akikre szükségek nincsen. És csak úgy bánnak az emberrel, valamint a citronnal, amelyből a levét kifacsarván azután elvetik. Ha a forrásból jól iszunk, azután annak hátat fordítunk. Ránk pedig most nincsen szükség, az elmúltat elfelejtették, és a hatalom kezekben lévén jövendőre nem hajtanak. A két mondása szerint derék állapot a szerencsén feküdni, a való, hogy az olyan ágy nem igen állandó, de amíg tart, addig csak jó rajta feküdni. Meg nem kell édes néném az ígéretet másolni. A nemes vér, amit fogad, megtartja. Ha Magyarországi volna kéd, tartanék valamitől, de erdélyi lévén ott a nemesasszonyoknak a szavok olyan állandó, valamint a brassai havas. Tartsa meg hát két ígéretit, és három vagy négy holnapját a télnek tölts el két itt a magyar asszonyokkal. Való, hogy két lesz egyedül erdélyi, de egy erdélyi asszony nem ére annyit, mint tíz magyarországi. A rózsa többet ér a kórónál, a nap fényesebb a holdnál, mikor Magyarországon fogyatkozás vagyon a napban, csak egy erdélyi asszonyt vigyenek oda, annak szépsége elég fényességet ád. E nem dicséret, hanem igazmondás. Ha az Isten őket szebbnek teremtette másoknál, ki tehet arról? Arról sem tehet senki is, ha lefekszem, mert tizenegy az óra. Ha a szerencsén nem fekszem is, csak jól aludjam, Jobb az egészség annál. Ezután csak azt nézem, mikor fog kéd ide érkezni, De minden pereputyástól kell idejönni. Mikes Kelemen. Törökországi levelek. Harmadik rész. Jénikő. 1720. március 4-én. Nomár édes nénén, vegyük elé a pennát, és tisztítsuk meg a penészes kalamárist, mert már ezután az íráshoz kell fogni, a postákat kell küldözni, a híreket fel kell ébreszteni. Ma nyolcad napja, hogy itt a telet kitelelvén elhagy a két bennünket, mint Szentpá az Oláhokot, és a császári városban lévő székébe visszahelyeztetéket magát. De már ott a restséget nem kell hevertetni, hanem iratni én pedig majd olyan hírt küldök Kennek tengerhabjain, amelyen mind a két füle megcsendül kédnek, jó, hogy több füle nincs kettőnél. De legelőször szép színű és jószagú hírt írok, azután írom meg a csendülő hírt. Tegnap a Jancsáraga a cérémóniával külde ajándékot az urunknak. Az ajándék sok szép virágokból és sokféle gyümölcsökből állott. Már előre tudom, hogy erre mit mond Kéd. Erre azt fogja Kéd mondani, a bizony illetlen ajándék volt, asszonyhoz illet volna virágot küldeni ajándékban, és ha Jancsáraga azt az ajándékot asszonynak küldötte volna, azért dicsérném, de hogy egy generális virágot küldjen egy fejdelemnek, azt sohasem tartom illendőnek. Ha ezeket mondja Kéd, én azt mondom, mert más országban nevetséges dolog volna, de azt tudja kéd, hogy itt nem lehet ajándékot küldeni egy asszonynak, annál is inkább halálos vétek volna itt, ha egy asszony ajándékot küldene egy férfinak, ha csak egy szárózsából állana is. Való, hogy az ilyen ajándék nekünk visszátetszik, és mi asszonyhoz illendő ajándéknak tartjuk, de azt kell megvizsgálnunk, hogy itt szokás, ami pedig szokás valahol, az illendő is abban az országban. Angliában, ha az asszonyok korcsomára mennek, azért senki sem ítéli meg őket, mert szokás. Spanyolország széjén az asszonyok egy kis malacot hordoznak az ölükben, valamint másút hordozzák a kis Franciában vagy másutt egy úri asszony a hintójában ül, estig odajár, ahová szereti, itt pedig egy török úrnak a felesége, esztendei sem megyen ki a házból. Lengyelországban a papok a sekrestjében lévő szentelt vízben teszik az éget bort, hogy meghűljön, amíg a misét elvégezik. Nálunk megengednék -e íj aztot. Nálunk szégyen lenne dohányozni egy úriasszony, itt pedig len, mind dohányoznak. Kínában az olyan leány megyen hamarép férhez, akinek leghosszabb a füle, és ha a vállát éri, nálunk pedig az olyantól, elszaladnának. Itt csak az ujjokkal esznek, nálunk pedig késsel villával. Hát az jó szokásé, hogy a tatár nemes asszonyok megfúrják az orrokot, és egy nagy ezüst karikát vonnak belé, valamint a fülben való. Az országban lévő szokást kell hát megtudnunk, ha arról akarunk ítélni. Talán még két azt a szokást sem tudja, hogyha egy török két csütörtököt elmulat, azért a feleséginek szabad panaszt tenni ellene a bíró előtt. Mondjuk hát, hogy a Jancsároga küldhetett virágot, mivel itt szokás. De édes néném készítse éd a füleit a rossz hírre. A való, hogy azt ott előre el lehetett látni, de teljességgel nem gondolhatta volna az ember. A mi jó akaróink addig munkálkodtanak ellenünk, hogy megnyerték a pereket, és innét is ki akarnak bennünket tudni, mintha terhekre volnánk. Ma reggel hivatá a vezér Horváth Ferencet, és azt izeni a fejdelemnek általa, hogy a porta jobb és alkalmatosabb helyt akar rendelni a magyaroknak, Jénikőnél. A mi úrunk, mint igaz keresztény fejdelem, csendes elmével vette ezt az izenetet, és abban a változtatás, változást nem okozhatta elmondhatta volna Dáviddal, piruljanak meg mindazok, akik az én nyomorúságimon örülnek. De a Krisztus tanítását követvén áldást kért üldözőire, nem is a portának tulajdonította azt a változást, hanem annak a követnek, aki ártalmunkra igyekezik. Ha Isten mi velünk, kicsoda ellenünk. Még nem tudhatom, micsoda helyre akarnak bennünket repíteni. De még nem olyan hamar lészen az elmenetel, amelyet szívesen bánom azért, hogy egymástól tovább esünk. Mindezekről legelső alkalmatossággal tudósítani fogom kédet. Jó egészséget is kívánok. Ámen. Jénikő, 1720. március 25-én Tegnap pedig a fejedelem szemben volt a vezérrel, és tőle elbúcsúzván nagy barátságát mutatta a fejedelemhez, és meg is ajándékozta egy szép török flintával, és nagy barátságosan váltak meg egymástól. De gondolja el kéd, hogy a török micsoda beszédekkel él. A fejdelem beszéd közben mondotta a vezérnek, hogy talán messze vagyor rodostó, és hogy közelebb szeretett volna lenni a portához. Erre a vezér mondá, hogy ha egy kevéssé messze van is, de a hely alkalmatos. De ne gondoljad, hogy messze legyen, mert csak annyira vagyon, hogy ha a riskását itt megfőzik, oda vihetjük melegen. Ítélje el az ember az ő török mondását. Elég a, hogy mindjárt megindulunk, és még ezt a levelet be kell pecsételnem, azért most többet nem írhatok, hanem ha helyben érkezünk, mindenekről tudósítani fogom az édes nénémet, akinek Istentől jó egészséget kívánok, és láthassam meg kélet mentől hamarébb. Hanem csak arra kérem kédet, hogy írjon mentől gyakrabban, én pedig azt el nem múlatom. Póla téti édes néném, és az egészségére igen kell vigyázni. Mi ezennel megindulunk, már hét az óra. Rodostó, 1720. április 24-én. Édes néném, ha nem mondanám is, hogy ide érkeztünk, csak arról megismerikét, két, hogy honnép dátálom a levelemet. Elég, hogy az Isten szerencsésen idehozott minnyájunkat. És mihent ideérkezett Bercsényi úr, mindjárt anagrammát csinált a város nevéből, és eljött ki belőle, ostorod. Ez igen hozzáillik a bújdosókhoz. Elég, hogy erről eleget lehetne elmélkedni, de azt hagyjuk másszorra most pedig fogadásom szerint hadírjak meg mindeneket kédnek. Legelőször is ott kezdem el, hogy jénikőből kőből 16-án indulánk meg. Már a gája készen várta a fejdelmet, amely igen nagy méltóságára esett a fejdelemnek, hogy a császár gáját küldött számára. A gája is a nagyobbak közül való volt, mivel 26 pár lapát vonta, mindenik lapáton kin négy, kin három ember volt, mindegészen 220 rab vonta a gáját, azon kívül száz fegyveres léventi vagy hajdú benne, egy szóval a gájában voltunk minnyájan négy A gájás főtiszt basa volt, a fejdelem mellett lévő császár kapicsi basája velünk volt, azon kívül egy csorbasi. Hét órakor a fejdelem a gájában szállván, tiszteletnek okáért az ágyúval lőttenek, a vasmacskákot felvonák, és vonni kezdték a gáját. A császárkastélyát meghaladván ellenkező szélre találánk, a szigetek felé kételeníteténk venni útunkot, amely szigeteket nevezik Inzula Principium. Forgács úr ezt észrevevén, hogy nem az volna a rodostói út, és nem tudván az okát, hogy miért megyünk a szigetek felé, azonnal megijede, és kezdé a fejedelemnek mondani, hogy a porta megcsalta, és nem rodostóra viszik, hanem Nikomédiában, ahol tököi volt a fejedelemnek haszontalan vala bátorítani és mondani, hogy talán a szelet akarják megnyerni, vagy más okok lehet, és attól nem tart, hogy nikomédiában vigyék, és arra okot nem adott a portának, hogy akaratja ellen vitesse valahová, mindez haszontalan vala, mert minden bizonyal elhitette vala magával, hogy nikomédiában visznek, és mindaddig tartta attól vala még a szigeteket el nem érők. Ott megszállva 11 órakor ebéd után Bercsényi úr is odaérkezik. Másnap is a szél ellenkező lévén estig, estve pedig 6 órakor onnét elindulánk jó széllel, rodostó felé. Egész éjszaka jó lévén a vitorlákat felvonták, és nem kellették lapátokkal vonni. A harmadik napon, nyolc órakor reggel, a hérakliai portuszban bémentünk, és vasmacskákot vetének le. A kapicsibasa basa pedig előre rodostóra mene, hogy rendelést tenne a szállások iránt, és mindaddig itt kellették nekünk maradni. 21-én a kapicsibasa basa a fejdelemnek tudtára adván, hogy már készen volnának a szállások, ma 5 órakor reggel megindulánk, és 11 órakor délelőtt rodostóhoz érkezénk. A fejdelem azonnal kiszáll a gájából, és a lovak a parton lévén pompával kísérék a városban levő főtisztek a fejdelmet szállásáig. Édes néném, nem egy kis uraság a gályán járni. Ott a nagy rendtartás legkisebb dologban is a nagy csendesség. Amikor kétszáz ember megrándítja, csak elhiheti két, hogy jól meg vagyok rándítva, azt ott pedig mind mind az ötvenkét lapátot egyszer mind teszik a vízben, egy lapátnak a hosszúsága vagyok legalább öt önnyi. Igen szép mulatság azt nézni, de még ha az ember azt gondolja, hogy azok a szegény rabok csak nem mind keresztények, és holtig ott kell maradni nekik, megesik az ember szíve rajtuk. Azon kívül is a vonás igen nehéz munka. Aki azt nem látta, nem lehet annak azt kigondolni, azt gondolná az ember, hogy mindeniknek az egész karja kiszakad, úgy megrántja a lapát őket. A való, hogy az ételöket megadják, de a ruházatjuk csak rongyból áll a mieink mégis ingben dolgoztanak azért, hogy a fejdelem ott volt, és ugyanezért az okért nem is bántak rosszul vélek, de másként ing nélkül dolgoznak, és a verést legkisebbért szenvedniek kell, amint maguk is mondották szegények. Amidőn valamit akarnak nékik parancsolni, csak süveltenek. Már ők azt tudják, mire való, és egyszer mint fognak a munkához. Az ő székek úgy vannak rendiben egymás után két felől, valamint a templomban szoktak lenni. Közepette utca vagyon, ahol szüntelen járnak alás fel a tisztek, és azt nézik, ha valamelyik nem vonja el jól a lapátot, ha beszél neki egymással. Kinek, kinek a maga helyében kell maradni, oda vannak láncolva, és mihent a vonást elhagyják, le kell ülni, és ugyanazon helyben kell alunniok ok is egyébkor sohasem szabad felállani, hanem amikor a gáját vonják, és olyankor igen szomorú zörgést hall az ember, mert csak a sok lánc zörgését lehet hallani. Mindezekre azt mondanák éd, hogy lehetetlen ezeknek a szegény raboknak, hogy szabadságokat ne suhajtsák, mindazonáltal vannak mégis olyanok, akik azt a nyomorú életet megszokták, mivel én beszéltem két magyar rabbal, akik húsz esztendőtől fogvást vannak a gáján, és mondottam, hogy ha nem leheté -e olyan módot találni abban, hogy megszabadulhassanak. Csak ezt felelék erre. Miért mennénk mi már Magyarországban? Feleségünk, gyermekünk talán már megholtanak, ott is mivel élnénk? Itt ételt adnak, és megszoktuk már ezt a nyomorúságot. A való, hogy nem vártam ezt a feleletet tőlük, másként is gondolkodnám, ha helyettek volnék. A migájánkon mindenféle nemzetekből valának, magyar, német, francia, lengyel, muszka. A Noé bárkájában nem volt ennyiféle nemzetség, kiveszem az állatokat. Eléga, hogy az egész bújdosó magyarok itt vannak. Kinek-kinek itt vagyon elhintve a kenyere, addig csak itt kell lenni, amíg abban tart. Kinek-kinek pedig bőven elegendő és tágas szállása vagyon, csak én egy szolgával egy gazdag örménynek az egész házát bírom, és mindenik háznak vagyon egy kis kertje. Amidő meghallották az örmények, hogy közébe jövünk lakni, mert azt jó megtudni, hogy ebben a városban négyféle nemzetség vagyon, török, zsidó, görög és örmény, mi az örmények házaiban lakunk, azonnal a kadiához, vagy a török bíróhoz mentenek, mondván néki, hogy azt hallották, hogy a magyarok olyan hamisak, hogy az asszonyokon, leányokon még az utcán is erőszakot tesznek. Pápai Gáspár éppen a kadiánál talált lenni akkor, és mondá nagy proszopopoeával a kadiának: kádia, az örmények ne féltség a feleségeket a magyaroktól, mert semmi bántások nem leszen. De ha az ő tyúkjok a mi kakasainkhoz jönnek, akkor semmiről nem felelek. A kádia nagy nevetséggel mondá pápainak. Aferim, magyar, áferim. Igen, jól mondád. Mink ezen eleget nevettünk, hát kéd is nevessen. Elég, ahogy mi már itt helyben vagyunk, a bujdosásban is bujdosnunk kell az Isten fizesse meg annak, aki az oka. Mint leszünk, hogy leszünk ezután, azt hagyjuk az Isten akaratjára. Ő hozott bennünket ide, ő is viseli gondunkat. Akik mi velünk rosszat akartak tenni, azoknak rossz az Isten jovunkra fordította, mert noha még nem ismerem a várost, se körülvaló helyeit, de azt elmondhatom, hogy hálaadással tartozunk Istennek ide való hozásáért, mert sokkal tágasabban vagyunk szállva, mint abban a nyomorult jénikőben. Az egész szállásaink a város széjén vannak, csak egyet lépek, már a mezőn vagyok. De lakóhelyünkről legelső alkalmatossággal bővebben írok, és nekem úgy tetszik, hogy most eleget írtam, és 11 órakor ideje volna lefekünni, mert a csodálatos dolog, hogy az embereknek és az asszonyoknak itt is úgy kell aludni, valamint másutt. De minek előtte elvessem a pennát, arra kérem kédet, hogy a hozzám való szeretet meg ne fagyjon, és az egészségére igen vigyázzon. Innét oda minden nap mennek hajók, és akármelyik hajósnak a levelit oda adhatja kéd. Jó éjszakát, édesnéném! Rodostó, 1720. május 28-án. Már mi itt derék tüzes emberek vagyunk, és úgy szeretem már Rodostót, hogy el nem felejthetem Zágont. De tréfa nélkül édes néném, mi itt igen szép kies helyt vagyunk. A város elég nagy és elég szép, a tengerparton lévő kies és tágas oldalon fekszik. Az is való, hogy Európának éppen a széjén vagyunk. Lóháton innét Konstancinápolyban két nap könnyen el lehet menni, tengeren pedig egy nap. Az bizonyos, hogy súhult a fejedelemnek jobb lakóhelyt nem adhattak volna. Nem is lehet már csendesebb hely, mint ahol mi lakunk, estve idegen jancsárt, se görögöt nem látunk, noha a szép időkben tizenegy óráig is kint vagyunk. Csak ilyen hamar is már micsoda hasznára vagyunk a városnak, hát még ezután. Csak azt bánom, hogy messze vagyunk Bercsényi úr tőlünk, ő nem bánja, mert ritkábban megyünk hozzája, és annyival kevesebb lesz a költség. De mit tudunk tenni, ha messze is csak oda kell menni, hát hogy töltsük az időt? Még az asszonyok sem szeretik aztot, de mit tehetnek velünk együtt róla? A való, hogy a nem nékik alkalmatlanabb, hanem nekünk, mert csak el kell hozzájuk menni, valamint az úr dolgára hanem már a mi házunknál lévő szokásról kell szólni, és az idő töltéséről. A való, hogy egy klastromban nincsen nagyobb rendtartás, mint a fejdelem házánál. Ezek pedig azok a rendtartások. Reggel hatott fél órakor a dobot megütik, akkor a cselédeknek fel kell kelni, és készen kell lenni hat órára. Hat órakor dobolnak, és akkor a fejdelem felöltözik, azután a kápolnában megyen, és misét hallgat. Mise után az ebédlőházban megyen, ott kávét iszunk és dohányozunk. Amikor az óra három fertál nyolcra, akkor elsőt dobolnak misére, nyolc órakor másodikát, és egy kis idő múlva harmadikot dobolnak, akkor a fejedelem misére megyen, mise után a maga házában megyen, és kiki oda megyen, ahová tetszik. 11 fél órakor megütik a dobot ebédre, és 12 órakor asztalhoz ülünk, és törvényt teszünk a tyúkokra. Harmad fél órakor a fejdelem csak magánosan a kápolnába megyen, és ott vagyon három óráig. Mikor az óra három fertáj ötre, akkor elsőt dobolnak estvéli imádságra, 5 órakor másodikát, és egy kevés idő múlva a harmadikát, akkor a fejdelem a kápolnába megyen, és aztán kiki eloszlik. Vacsorára hetet fél órakor dobolnak. A vacsora nem tartván sokáig, nyolc órakor a fejdelem levetkezik, de leggyakortább le nem fekszik még akkor, és reggel, ha szinte hat órakor öltözik is fel, de éjféli két órakor felkél. Azt pedig ne gondolja kéd, hogy legkisebb változás is legyen mindezekben. Ha szinte a fejdelem beteg volna is, akkor is mind egyaránt folynak a rendek. Hatodfél fél órakor felkelni nem kicsiny dolog, de el nem mulatom azért, hogy kedvit találjam, és mindenkor jelen vagyok, mikor öltözik, a hivatalom is azt hozza magával, hogy vigyázzak a cselédekre. Ezek tehát a mi klastromunk béli rendtartásaink. De azt még meg nem mondottam kédnek, hogy én micsodás szokást tartok. Az én szokásom a, hogy tíz órakor lefekszem, és a szemeimet bézárom, és rendszerint azokat fel nem nyitom másnap hatott fél óráig. Ezt a dicséretes szokást mind télben, mind nyárban megtartom. Azért ez a levél olyan hosszú, hogy már tíz az óra, aludjunk hát, édesnéném. De az egészségre kell vigyázni, ha azt akarja ked, hogy gyakran írjak. Másszor többet vagy kevesebbet. Ihon azt majd elfelejtettem megírni, hogy az a veszett köszvény az urunkra jött alkalmatlankodni. Mikes Kelemen Törökországi Levelek Negyedik rész Rodostó 1720. november 18-án A két szép, de igen kurta leveleit kedvesen vettem. Édes néném, miért kívánkéd olyan gyönyörűségtől megfosztani, amely egy pénziben sem telik kédnek? a melegházban nem mesterség írni, a két leveleit pedig a hidegházban is gyönyörűség olvasni. Egy kis pirongatás nem árt némelykor. Remélem, hogy másszor megjobbítja két magát. Itt mi nagy csendességben élünk. Isten tudja meddig, mert innét való elmenetelünk merre és mikor lehetne, azt nem lehet kigondolni. A porta nem régen csinált a császárral húsz vagy huszonnégy esztendeig való békességet, huszonnégy kőfallal rekesztették be tehát az utunkot Erdély felé. Már afelé nem is kell gondolkodni. Úgy tetszik, hogy még másfelé is bévágták az utat, és amint mostanában folynak Európában a dolgok, legkisebb sugárát sem láthatjuk megszabadulásunknak, és még csak a reménységet is ládába kell zárni. Szegény bújdosóknak hogy adsz könnyebbséget, ha töllök elveszed még a reménységet? De ezzel, édes csak vigasztalhatjuk magunkot, hogy a nyomorúságban lévők nem félhetnek semmitől, de sőt, még mindent remélhetnek. A való, hogy az Istenben reménység ellen is kell reményleni, mert ő igazgatja a szíveket. Ami ellenköző dolgokat látunk Európában a mi megszabadulásunkkal, azokat is ő vezeti, és nem csak reánk kell gondjának lenni, hanem másokra is. Mi azt akarnók, hogy csak a mi kívánságaink szerint folynának a dolgok, és hogy holnap ugorhatnók által a fejjebb említett kőfalakat, de nem oda-buda, mert se a portához, se a franciához bíznunk nem lehet. A német megbékélvén a törökkel, a spanyolban kapa. Az orleáni herceg, a francia régens, akinek természet szerint kellett volna a spanyollal tartani, mivel oly közéről való atyafiak ellenkezőt cselekszik, és a császárral állianciát csinál, és a spanyol ellen hadakozni kezd a császárral elvéteti a spanyoltól a két Szicíliát, és ezzel az esztendővel a hadakozás is elvégződik. Az orleáni herceg a békességben azt teszi fel, hogy a spanyol király egy leányát a francia királynak adja, aki nem több hat vagy hét esztendősnél. Eztet Franciaországban fogják küldeni most minden órán, hogy ott neveljék fel és hogy a spanyol királynak az első és a második fia, az Orleán leányi közül vegyenek feleséget, ezt a két lányt is Spanyolországban fogják küldeni. A császár, a francia, a spanyol és az anglus allianciát csinálván egymással, ki merné ezek ellen emelni a kezét? És kitől lehetne remélni valamely vigasztalást a szegény bújdosó magyaroknak? Mástól nem látok, hanem a franciától, de az is elmondhatni, hogy hála adatlanul bánik urunkkal, aki még most is kéredzik, bocsásság B. Franciaországban, az orláni herceg pedig nem, hogy azt megengedi, vagy még választ adna a leveleire, de még azt sem akarja, hogy nevezzék előtte okuladván a császárral való alianciáját. Ilyen a fejedelmek barátsága és atyafisága. Nem elég azt megírni kédnek, hogy Bercsényi úrfi ide érkezett még szeptemberben, mert azt már régen tudja kéd, hanem azt kell megírni, hogy miért jött ide. A francia király megengedvén, hogy egy magyar regimentet állítson fel, azért idejött, hogy magyar katonákot gyűjthessen Molduában és Havasalföldön. Csináltam egy verset is. Nem nagyon mondhatni szépnek, de azért elküldöm egy darabját kiednek lakunk partján a tengernek, töltjük napját életünknek, annak gyakran nagy zúgását látjuk, s halljuk hánkódását. Abban nagy halak játszanak, örömökben ugrándoznak, de a parton, akik laknak, szomorúan suhajtoznak. Régen napot jönni látjuk a tengerből, s azt suhajtjuk város kies helyen fekszik, mely a szemnek szépnek tetszik. Konstancinápolyban, ha még húsz mély földhöz még ötöt tégy, szép oldalra van építve, szöllő körülvéve. Szépnek várost nem mondhatni, se azt rútnak nem tarthatni, ez országban akárhol jársz, de szép várost itt nem találsz minden tetszik bujdosónak, hazáján kívül, saványnak. De ha Istennek szolgálunk, úgy szent városában lakunk, ott nem fognak üldözhetni, se bennünk onnét kitudni, ott örökre a koldusnak olyan nagy, mint a királynak. Uram, legyünk mi bujdosók, azon városban lakósok. Édes néném, ezeket csak két számára csináltam, mert tudom, hogy a két ítélő széke előtt meg nem ítélik őket. De ha más kezéhez akadnak is, nem törődöm rajta. Ha nem szereti, csináljon szebbeket. Én sohasem voltam a Parnasszus hegyén, hanem csak azon törődöm, hogy ez a levél találja kédet friss, jó egészségben. Édes néném! Szeretem még két, Újjuk Alli, 1722. augusztus 12-én. Ne csodálja két, ha az elmúlt holnapban nem írtam, mert olyan szomorú állapotban vagyunk, hogy azt sem tudom, ha tudok-e írni. Az elmúlt holnapban, aki konfektumokat csinált és aki kávét szokott főzni a fejdelemnek, reggel megfőzvén a kávét, ebéd után megbetegedett, és harmadnap múlva a pestisben megholt, hozzám pedig harminc nére volt szállva. Ezen kívül a konyhamesterünknek két fia csak hamar utána mennének. Itél ked ezekből, hogy micsoda szomorú napokat töltünk itten. A félelem sokkal nehezebb talán még annál a nyavajánál is, mivel az ember nem tudhatja a szempillantását, amelyben abba eshetik, estve egészségesen fekszik le, reggel betegen találja magát. Istennek hálá, egészségem jó vagyon, de minthogy csak a pestisről vagyon itt a beszéd, ammár úgy felzavarta az elménket, hogy én mindenkor csak azt képzelem magamban, hogy beteg vagyok, és az ilyen képzelés félelmet okozván az elmében, szűntelen, unodalomban és nyughatatlanságban vagyon az ember. Hányszor feküdtem már úgy le, hogy nem gondoltam virrattát érni. Nem azért, hogy valósággal érzettem volna valamely változást az egészségben, hanem azért, hogy az elmének nyugtalansága okozta bennem az olyan gondolatokat. Azt ne gondolja két, hogy csak én vagyok így, mivel minnyáján ilyen állapotban vagyunk, és ilyen állapotban lévén elítélheti két, micsoda végassággal töltjük az időt. Nem is lehet fél órát a sátoromban tölteni, hanem a mezőn való sok járással töltöm az időt, hogy mégis valamivel mulassam magamot. A nevetés pedig olyan ritka nálunk, hogy ha még így leszünk sokáig, a természet azt is elfelejteti velünk, és csodálni fogjuk, ha másokat látunk nevetni. Hát, ha még olyan városban mennénk, ahol mindenkor nevettek, amint hogy azt olvastam egy régi városról, hogy a lakosoknak mindenkor nevetni kelletett, Semmit sem mondhattak nevetés nélkül, ha a tanácsban valamely országos dologról végeztek is a tanácsurak, de kiki nevetéssel mondotta ki a voksát, egy szóval sohasem beszélhettek olyan nagy dologról, hogy nevetés nélkül beszélhettek volna, az apjok, anyok, feleségek és gyermekek halálát egymásnak nevetéssel adták tudtára. A való, hogy nem szeretném az olyan városban való lakást, de legalább innét egy olyan városban kellene mennünk, ha csak egy holnapig is, de azt gondolom, hogy talán még ott sem nevettethetnének meg minket, mert a mosolygás is nehéz nekünk. És amicsoda processziót láttunk itt a minapiban, bizony nem lehetett látni könyhullatás nélkül. Azt ott pedig ezen szomorú halál okozta. Eszterházi úr ide járván misére minden innepekben, a legutolszor úrszíne változása napján itt misét hallgatván és ebédet évén estve felé lóra ült és visszáment, ahol a feleségivel volt szálva egy réten. Itt ebéd után nagy főfájást érzett, de mi nem is gondoltuk, hogy még a veszedelmes legyen, a pedig már a pestisnek jele volt, és harmadnap múlva csak halljuk, hogy pestisben meghalt. Azt a hírt a felesége hozta meg nekünk, aki is mihent halva látta az urát, nem tudván mit évő legyen abban az elbódult állapotjában, kapta magát egy szolgával és egy kislányjal, odahagyja az ura testit, és mindenütt gyalog két mélyföldnyire ő hozzánk. Amidőn megláttuk ezt a keserves processziót, nem lehetett nem könnyezni szomorú voltán annak a szegény asszonynak. A fejdelem visszaküldötte az asszonyt, és tett rendelést az úr temetése felől. Mindezek után hogy lehetne legkisebb jókedvünk is? De nem, hogy jó kedvünk, de tartozunk holtig megemlékezni erről a szomorú állapotunkban való létünkről, amint hogy soha el nem felejtem, és mindenkoron eszemben fog jutni, hogy micsoda napokat töltöttünk itt el. De minek előtte elvégezzem levelemet, Lehetetlen, hogy megneírjam Kédnek az égést, amely bennünket megijesztett volt, ha szinte sátorok alatt lakunk is, mert a minap a cselédek egy vászomból való palotát gyújtottak itt meg, nem tudom, mi formában, a gyertyát melléjetették volt, egy szempillantás alatt egészen meggyúlt. Sibrik lakott benne, és alig szaladhatott ki alolla, a portékáját is kikaphatták, de nem lehetett szebb égést látni, mint a volt, mert a sátor sokféle színű matériával lévén felcifrázva, a láng is mindannyi féle színt mutatott. Az égés nem tartott félfertály óráig, de olyan kevés idő alatt elég drága palota égett el, mert egy olyan sátor legalább 2000 tallérban kerül. Édes néném! adjuk kőházra a pénzünket, és ne vászon palotára. Kívánom, hogy az Isten tartsa meg kédet. Rodostó, 1725, Szeptember 23-án. Az urunkkal Bercsényi úr látogatására jöttünk, aki is igen rosszul vagyon, és ha egy darabig elviszi is betegségét, de annyira nem viszi, hogy abból kigyógyuljon. A lábaiból igen sok víz foly ki, amelyet a borbélyok rosszra magyarázzák, és féltig attól a veszett gangrénától, aki is az árvíz után, ha kvártéban száll, onnét egy kompánia borbé sem verheti ki az Isten oltalmazzon meg minket attól. De ha az Isten azt ránk bocsátja, jó bot kell követnünk. Az Isten mennyi szenvedéseket, betegségeket bocsátott a szentekre, akik őtet szerették és szolgálták azért, hogy az ilyen rossz, mint én, megláthassa, hogy ha az olyan szentek szenvedtenek, hát én micsoda szenvedést nem érdemlek. Ők azért szenvedtenek, hogy Például legyenek, és jobban megtisztítassanak, valamint az arany a tűzben. Én nekem pedig azért kell szenvednem, hogy akaratom ellen is végit szakaszthassam rosszaságomnak. Édes néném, mely jó az egészség! Azt ott pedig leggyakortább mi magunk rontjuk el, mert miért látunk a szerzetesek és a munkás emberek között annyi egészséges öregembereket, ennek igen könnyű okát adni, mert se a szerzeteseknek, se a munkásoknak az elméjek annyi változást nem szenved, a nagyravágyás, fösvénység, irigység nem gyötri. Ezeknél pedig semmi inkább nem rövidíti az életet. A nyughatatlanság, a gyötrődés az elmét megrontják, és az elme az egészséget de ne szóljunk az elméről, hanem nézzük el, micsoda mértékletes életet élnek a szerzetesek és a munkások, és nem kell csodálni, ha sokáig élnek, mert az ő ételök és italok közönséges és mértékletes, csak nem mindenkoron egyaránsú étellel és itallal élnek, gyomrukat meg nem terhelik, és ha vasárnap vagy más ünnepnap egy más munkásember többet talál enni vagy inja, azt ott másnap a dolog és az izzadás megorvosolja de azt ott csodáljuk, hogy látunk az urak között öregeket, és ne csodáljuk, ha látunk betegeseket, mert mi lehet nagyobb ellensége az egészségnek, mint a torkosság, mértékletlenség és a tunya élet. És mi rövidítheti úgy az életet, mint a részegség? Az a sokféle savanyú és édes, az a sokféle hidegítő és melegítő, micsoda zenebonát nem csinál gyomrokban. És mindezekkel halmozva megtöltik magukat? Azután nem, hogy valamely járással segítenék az emésztést, de még azt ott meggátolják két óráig való déli álommal. Hát még a rettentő ital mit csinál, amidőn nem az vízben, hanem az ár borban kell úszkálni a szegény gyomornak, akinek lehetetlen megemészteni mindazt, amit belé öntenek és vetnek az okozza azután a sokféle rossz humorokot, vagy nedvességeket, és a sűrű vért, és a sok nyavaják ezekből származnak. Ezért mondja egy példabeszéd, hogy az ember a fogával ás magának vermet. Elég a, hogy a szegény úr nem gondolom, hogy meggyógyuljon. A szegény zsuzsi azért igen szomorú eléggé vigasztalnám, de csak félfogra nevet, nem is lehet másként, amennyi sok nyughatatlanságot kell szenvedni, mert akkor látszik meg a jó feleség, amikor az ura beteg. Eleget vádolták szegényt, hogy csak érdekből lett második felesége az úrnak, de lám ez nem igaz. Édes néném, vigyázzon az egészségére két, mert a derék állapot, és maradok két szolgája. Ámen. Rodostó, 1725. október 29-én. Ma a szegény Bercsényi úr látogatására voltunk, aki is éppen olyan állapotban vagyon, valamint jobb volt, csak éppen abban különbözik, hogy az ágyban fekszik, és nem a ganédomban, mert nincsen olyan rész a testiben, amelyben valamik is épség volna. A lábaiból a víz kifolyván a rothadás szállott belé. Megesik az embernek szíve rajta, amidől látjuk, hogy metélik le a rothadt húst a szárairól és midőn halljuk jajgatni és ordítani a nagy fájdalomban, úgy tetszik, mintha a régi mártíromokot látnám a kínokban. A bizonyos, hogy ki sem mondhatom azt kédnek, hogy micsoda írtózással kell azt látni, hát még micsoda kínban vagyon az, aki azt szenvedi. De a test fájdalmival a lélek gyógyul, és az irgalmas Isten az ő lábaiban tette a purgatóriumot, meg akarván menteni a más világon lévőtől. Azért már nincsen is legkisebb reménység életéhez. Hogy is lehetne, amidő mind belül, mind kívül rothadni kezd. A testamentumát már megcsinálta. És a szegény zsuzsit ítéje elkéd, hogy micsoda szomorúságban vagyon. De azt el lehet hinni, hogy nem marad nyomorúságra. Minthogy E szomorú levél azért most nem is írok többet, mert a szomorú levélnek igen rövidnek kell lenni. Most ez elég édes néném, másszor többet. Rodostó, 1725. november 6-án. Édes néném, itt most elég sírás, rívás és zokogás vagyom. A szegény zsuzsi özvegyem marada, és kajdacsinéból mindenféle nedvesség a szemén foly ki, amennyit már a sírt. Méltán is, mert a szegény Bercsényi úr bujdosásának végig szakasztván, ma reggel két órakor elhagyja bennünket. Mint holtig az elméje helyén volt, és egy keresztényhez illendő halállal múlt ki a világból. E már elvette sok szenvedésének jutalmát, és nem szükséges szánni, hanem azokot kell szánni, akiket árvául hagyott itt idegen országban. De azokra is gondja lészen annak a nagy cselédes gazdának, ki soha meg nem hal. A mi úrunk mindenkor mellette volt, és hozzája való barátságát holtáig megmutatta. Micsoda ez a világ? És miért kapunk annyira rajta? A benne való életnek kezdete nyomorúság, a közepe nyughatatlanság, a vége fájdalom és szomorúság. Ez az úr éltiben való, hogy szenvedett, de sok világi jogban is volt része. Való, bujdosásban holt meg, de nem szükségben. Így fogyunk el lassanként, mert már itt elég szegény bujdosókat temettünk el. Ezután még mi lesz? Hagyjuk a jó atyánkra, és mondjuk azt, hogy nem érdemli ez a világ, hogy hozzája kapcsoljuk magunkot, mert akármely gyönyörűségben úszunk is, de abból ki kell kelni, és azt elhagyatják velünk. Elmúlt gyönyörűség csak suhajtást okoz, jelen való pedig hasonló árnyékhoz, a jövendő bélin kapsz bizonytalanhoz, ha miért hasonlítod magadod boldoghoz. Azt ott már megmondottam, hogy a szomorú levélnek nem kell hosszúnak lenni. Ez elég szomorú, mert itt a halálról kell beszélni, azért el is kell végezni. Tudja kéd, micsoda nagy dohányos volt a szegény úr, mint holtig is dohányozott, mert halála előtt két órával egy pipa dohányt kiszívott. De megholt. Kédet pedig az Isten éltesse. Ámen. Sok évek töltek el édesnéni utolsó levelem óta. Tám hajam is megderesedett azóta, és mi még mindig itt esszük a császár kenyerét. Itt hallgatjuk a tenger örök egy zúgását. Mikes Kelemen törökországi levelek. Ötödik rész. Rodostó, 1734. október 12-e. Az urunk béküldötte pápai sógort a portára. Tudom, már eleget nevetett kettek együtt. Ha végbe mehetne, amiért ment, csak hamar Franciaországban mennénk innét. Vagyoni már két vagy három hete, hogy a francia követ megizené az urunknak, hogy a nagyobbik fia senkitől el nem búcsúzván minden ceremónia nélkül Bécset elhatta és Velencében érkezett. Már egy rákószi sincsen a császár keze alatt. Azt is hallottuk, hogy még nem jö ide, hanem Rómában megyen. Az apja pedig igen várja. Nekem úgy tetszik, hogy ide kellett volna jönni elsőben. De csak nehezebb és hosszabb az atyai és anyai szeretet a fiúi szeretetnél. Eztet még az oktalan állatokban is látjuk. Az oktalan állat mennél kisebb, annál inkább szereti az anyját, és a nevelkedéssel a szeretet fogy benne. Mindenik a természet munkája. Az anyai szeretet szükséges mind a szaporításra, mind a gondviselésre. Micsoda nagy gonddal táplálja és őrzi egy tyúk a fiait mindaddig, míg maguk is kereshessenek ételt, és módjuk szerint magukra vigyázhassanak. A fecske csak addig hord enni fiainak, amíg nem járhatnak az ájerben. Azután koplalni hagyja őket, hogy hadd hagyják el az apjuk házát, és szerezzenek maguknak más konyhát. Ezek is azután se vissza nem térnek, se az anyjukkal többé nem gondolnak. Mindenikében a természet munkálkodik. Ezt látjuk közönségesen az emberekben is, noha mind más formában. Amely fiú látja, hogy semmit nem várhat a szüleitől, olyan könnyen elhagyja a házat, valamint egy fecske fiú. De a szüleihez való szeretetnek meg kell benne maradni mind azért, hogy okos teremtett állat, mint pedig azért, hogy azt parancsolják néki. Hogy ne kellene a spanyol király fiának szeretni szülét, amidőn egy szép, takarékos királyságot szereznek nékie, mivel az elmúlt hónapban az apja hada ismét megverte a németeket. A harc Guastalla nevű város mellett ment végben – már elmondhatni, hogy elvesztette a császár Olaszországban a két Szicíliát. A spanyol király elvevé tőle Spanyolországot, annak a fia most elveszi tőle a Neápoliszi koronát. Aki is, ha jól jut eszemben, harmatfélszáz száz esztendő múlva felállítja ismét a francia házból való Neápolisi királyságot. Meg kell vallani, hogy a császár drágán fizeti meg a stanislaus elvett koronát. De a példabeszédnek bé kell teljesedni. De a levelemet elvégezem, mert ha a levél kicsid, a hír elég nagy, és a hajós utánam várakozik. Jó egészséget! Rodostó 1735. január 16-a Ha minden dolgunk úgy fog folyni ebben az esztendőben, valamint a pápai sógor munkája a portán, úgy minden dolgunk hátra mász, nem elő. A porta nem adta teljességgel válaszul, hogy az urunkot el nem bocsátja Franciaországban, hanem hogy most nem jó vajja, és hogy még nincs annak ideje de a császárok nem jó vallása, parancsolat, és a mi elmenetelünkből semmi nem telik. Ki volt annak meggátolója, Isten tudja. De azt hinnünk kell, hogy ő mindent a mi javunkra cselekszik. Ez is jovunkra fordul, hogy el nem bocsátnak. Eztet most lelki szemmel nézzük, de még jövendőben testi szemmel is meg fogjuk látni mert ugyanis hát ha a békességet oly hamar meg akarják csinálni, mint amely hamar elkezdék a hadakozást, akkor ott mind csinálnánk. Visszáfogadnának ki a fészkünkben, vagy sem. Nyugodjunk meg tehát azon, hogy jobban tudja a mi atyánk nálunknál, hogy mi jó nékünk. Háláljuk meg néki, amidőn kérésünket meghallgatja, és áldjuk őtet, amidőn akaratunkot meggátolja. Ide az Isten olyan népköziben hozott, aki a másokkal való jótéteményt követi, és az ő kezek által bővségesen táplál minket, akiért hálaadással kell lenni a készhez is. Micsoda szép dolog, édes néném, a jó tétemény. Soha senki azért meg nem szegényedett, de sok gazdag ház pusztult el azért, hogy abban az adakozást nem követték. Az adakozásnak megbecsülhetetlen hasznát veszik, de ha szinte nem vennék is, amely nem lehet, micsoda belső örömet nem érez egy nemes szív, amidőn valakivel jót teszen, amidőn szükségében valakit megsegít. Vizsgáljuk meg eztet magunkban, és meglátjuk, hogy inkább vígad akkora szívünk, mint az estig való táncolásban ne szégyeneljük é, hogy erről egy pogány császár mi szép példát ád, akinek is estve eszibe jutván, hogy azon a napon semmi kegyelmességit nem mutatta, mondá, a mái napot elvesztettem, mert senkivel jót nem tettem. A minap olvastam, hogy egy adakozó embernek ezeket a szókat írták a koporsójára. Amit elköltöttem, azt elvesztettem, amit bírtam, azt másnak hattam, és amit másoknak adtam, azt maradandó helyre eltettem. De attól nem tartok, néném, hogy az egerek megegyenek a fösvénységért, mint egy lengyel királyjal bántak. Hát, az egészség mint van, mert régen nem vettem leveledet. Vagyon harmad napja. Póla Téti Rodostó, 1735. március 12-e Talán májusnak nevezhetném ezt a holnapot, olyan szép idők járnak. És az idő sokkal vidámabb az elmémnél, mert már egy néhány napoktól fogvást nem látom az urunkot olyan állapotban, mint azelőtt. Mert ha igen titkolja is, de észre lehet venni, hogy vagyon valamely belső baja. Az ő természet szerint való mindenkori jókedve most nem olyan gyakorta való, és mintha erőszakkal volna. Azt is hozzáteszem, hogy már egy kevés időtől fogvást igen kezd apadni. Az ő kövér teste is ábrázatja igen vékonyodik. Mindezek édesnéném egy kevés nyughatatlanságba vetettek engemet. Mert ha ezek a belső szomorúságtól, vagy valamely belső nyavajától, vagy egyszer, mint mind a kettőtől jőnek, a meggyújtott gyertyát nem kell csodálni, ha fogy. A jézsuiták szuperiúrja itt vagyon, aki is olyan papi ember, hogy az időt nem vesztik el véle. Az urunk véle az időt és a munkásival, mivel kertet és házat épített. Isten után csak azzal vigasztalom magomot, hogy az urunk igen erős természetű, és hogy 59 esztendőt könnyen elbírhat. Tudom, hogy az ilyen végasztalás csak fövenyre van építve, és boldog, akinek nem kell küszködni a betegséggel, mert akármely erősnek is le kell esni alatta. De a mi állapotunk olyan, hogy csak kell valami végasztalást keresnünk szomorúságunkban. Noha, nem kellene, ha jó keresztény volnék, mert mindent az Isten akaratjára kell hadni. De mikor erősen szeretünk valakit, akkor a látható elfelejteti velünk a láthatatlant. Hogy teljességgel prédikáció ne végezzem levelemet, azt írom, hogy Abdullah akit most tettek Jancsár agának, és aki sok esztendőkig mellettünk volt úgy, mint Csorbási, olyan nagy tisztségiben is megtartván az urunkhoz való kötelességit tegnap egy szép paripát küldött több egyéb perzsiai ajándékokkal. Édes néném, ha jobb hírt írhatnék egy-nehány nap múlva, mint nevetném, mert most nem nevetek. Rodostó, 1735. március 25-e Édes néném, ha nyughatatlan elmével írtam az előbbeni levelemet, ezt szomorúsággal írom, mert az urunkot éppen nem jó állapotban látom. Ki is nyilatkoztatta már magát a betegsége? Tegnap előtt a szokás szerint, 8 órakor estve le akarván vetkeződni, a hideg borzogatta. Én jelen levén kérdé tőlem, ha én nem fázom é Felelém, hogy az idő elég meleg, és nem fázom, erre felelé, hogy igen fázik. Ezen mindjárt megijedék, de meg azután gondolám, hogy tavasz felé valami változás esik az egészségben. Az urunk levetkezik és lefekszik, én is a szállásomra megyek. Egy kevés idő múlva hozzám jőnek, és mondják, hogy hánt volna. Én arra mondám, hogy talán valami olyat ett, amit a gyomor nem szenvedhetett. Másnap hat órakor, amikor felszokott öltözni, a házában megyek, de micsoda ijegységben nem esém, mihent meglátám az ábrázatját. Aki is természet szerint mindenkor piros lévén úgy elsárgult, valamint ha sáfrányjal megkenték volna már két naptól fogvást, nagy gyengeséget érez. Szüntelen való hideglelés van rajta, és mintha az egész vére sárré változott volna, úgy elsárgult az egész teste. Ma innep lévén felöltözött, és a nagy misét meghallgatta. De nem kell csodálni, ha igen keveset ehetett. Legkisebb fájdalmat nem érez, de nagy bágyadságot. Édes néném, kérjük az Istent, hogy tartsa meg ezt a nagy embert, akit az ellenségi is nagynak tartanak. Rodostó, 1735. április 8-a Amitől tartottunk, abban már benne vagyunk. Az Isten árvaságra téve bennünket, és kivévé ma közülünk a mi édes urunkot és atyánkot három óra után reggel. Ma nagy péntek levén mind a menyei, mind a földi atyáinknak halálokat kell siratnunk. Az Isten mára halasztotta halálát urunknak azért, hogy megszentelje halálának áldozatját annak érdemével, aki ma megholt érettünk. Amicsoda életet élt, és amicsoda halála volt, hiszem, hogy megmondották néki, ma velem lész a paradicsomban. Hullassuk bővséggel könnyeinket, mert a keserűségnek ködje valóságosan reánk szállott de ne azt a jó atyánkot sírossuk, mert őtet az Isten annyi szenvedési után a mennyei lakodalomban vitte, ahol a gyönyörűségnek és az örömnek poharából itatja, hanem mi magunkot sírassuk, kik nagy árvaságra jutottunk. Ki sem lehet mondani, micsoda nagy sírás és keserűség vagyon itt mi közöttünk, még csak a legalább valón is. El, ha lehet, micsoda állapotban írom ezt a levelet. De mivel tudom, hogy örömest kívánnád tudni, mint eset szegénynek halála, mint ténytával, mint könyhullatásibban leírom, ha szinte azáltal megszaporítom is keserűségemet. Úgy tetszik, hogy az utolsó levelemet az elmúlt holnapnak 25. napján írtam vala. Azután szegény, mind nagy bágyottságokat érzett. Igen keveset, de másként mindent a szokás szerint vitt végben. Abban a gyengeségiben is az Esztergában dolgozott, első áprilisig. Aznap pedig a hideg erősen jött reá, és annál inkább meggyengítette. Másnap jobbacskán volt. Virág vasárnap a gyengeség miatt nem mehetett a templomban, hanem a közel való házból hallgatta a misét. A mise után, amely pap odavitte neki a szentelt ágat, térden állva vette el kezéből, mondván, hogy talán több ágat nem fog venni. Hetfőn jobbacskán volt, kedden hasonlóképpen, még a dohányt is megkívánta és dohányzott. De azt csodálta mindenikünk benne, hogy ő semmit halála órájáig a háznál való rendben el nem múlatott, sem meg nem engedte, hogy ő érette valamit elmúlassanak. Minden nap szokott órában felöltözött, ebédelt és lefeküdt. Noha alig volt el, de mégis úgy megtartotta a rendet, mint egészséges korában. Szeredán délután nagyobb gyengeségben esett, és csak mindenkor aludt egy néhányszor kérdeztem, hogy mint vagyon. Csak azt felelte, én jól vagyok, semmi fájdalmat nem érzek. Csötörtökön, igen közel levén utolsó végéhez elnehezedék, és az urat magához vette nagy buzgósággal. Estve, a lefekvésnek ideje lévén két felül a karját tartották, de maga ment a hálóházában. A szavát igen nehéz volt már megérteni. Tizenkét óra felé éjszaka, minnyája mellette voltunk. A pap kérdette tőle, ha akarja-e felvenni az utolsó kenetet. Intette szegény, hogy akarja. Annak vége lévén, a pap szép intéseket és vigasztalásokat mondván neki, nem felelhetett reája, noha vettük észre, hogy eszín van azt is láttuk, hogy az intéskor a szemeiből könyhullatások folytanak. Végtire szegény, ma három óra után reggel, az Istennek adván lelkét elaluvék, mivel úgy volt meg, mint egy gyermek. Szüntelen reánéztünk, de mégiscsak azon vettük észre által menetelit, amidőn a szemei felnyíltak. Ő szegény, árvaságra hagyja bennünket ezen az idegen földön. Itt írtóztató sírás, rívás vagyunk közöttünk. Az Isten végasztaljon meg minket. Rodostó 1735. április 16 -a. Itt, édes néném, könyhullatással esszük kenyerünket, és olyanok vagyunk, mint a nyáj pásztor nélkül. Másnap szegénynek a testamentumát felnyitottuk, és elolvastattuk. Mindenik cselédinek hagyott. Én nekem 5000 német forintot, Sibrik is annyit. De mindenikünknek azt a pénzt Franciaországban kellene felvennünk, mikor vesszük fel, Isten tudja. A vezérnek szóló levelét is elküldöttük, amelyben kéri szegény, hogy bennünket el ne A testet másnap felbontattuk, és az apró egy ládában tévén a görög templomban eltemették a testet pedig a borbélyok füvekkel bécsinálták, mert még nem tudjuk, mikor vihetjük Konstancinápolyban. A borbélyok szerint nem kell csodálni halálát, mert a gyomra és vére tele volt sárral. Az egész testit elborította volt a sár. Az agya veleje egészséges volt, de annyi volt, mint két embernek szokott lenni. Esze is volt annyi, mint tizenkettőnek a szívét Franciaországba hatta, hogy küldjük. A testet húsvét után egy nagy palotán kinyújtóztattuk, ahol isteni szolgálat volt harmadnapig. Mindenféle embernek szabad volt a testet meglátni. Harminc török is volt egyszer, mint aki látta, és akik jól ismerték szegényt, de mégis nem hiszik, hogy meghalt, hanem azt hirdetik, hogy titkon elment, és mi mást öltöztettünk fel valakit helyében. Bár igazat mondanának. Tegnap az Isten szolgálat után a testet koporsóban zártuk, és egy kis házban tettük, ahol leszem mindaddig, még szabadság nem lesz, hogy Konstanci nápolyban vihessük. Rodostó, 1735. július 18-a A porta megengedvén, hogy titkon a szegény urunk testét Konstancinápolyban vihessük, egy nagy ládát csináltatván a koporsót belé hajóra tétettem, és egy nehány magammal negyedikén megindultam. Hatodikán Konstancinápolyban érkezvén a ládát, akiben a koporsó volt, a jézsuitákhoz küldöttem. A koporsót kivévén belőle felnyitották, hogy a testet meglássák. Sírt pedig azon a helyen ástak, ahová temették volt az urunk anyját, akinek is csak a kaponyáját találták meg, és azt ott a fia koporsójában bezárták, és együtt eltemették. Mely csodálatos az Isten rendelése, amíg abban a nagyvárosban múlaték, a vezért letevék. Én is onnét megindulék, és tegnap ide visszaérkezém a szomorúságnak helyére. Ahol is minden szomorúságra gerjeszt. Akárhová forduljak, mindenütt azon helyeket látom, ahol az urunk lakott, járt és beszélt velünk. Most pedig azokat a helyeket csak pusztán látom, és azok a puszta helyek keserűséggel töltik bé szíveinket. Elhagyattattunk jó atyánktól, és könyhullatással vigasztaljuk árvaságban való maradásunkat. Mintha ez a szomorúság nem elég volna rajtam, mert még attól is kell félnem, hogy az egész háznak gondja reám ne szálljon, mivel a sibrik uram betegsége nehezebbedik minden nap. És mikor meggondolom, hogyha megtalál halni, micsoda bajra jutok mindaddig, amíg az ifjú fejedelem el nem érkezik, az én velem szomorú órákot töltet. Elvégzem ezt a levelet, mert magamot kesergetvén kédet is keserítem. A szomorúan írt levelek úgy jobbak, ha mentű rövidebbek. Mikes Kelemen, Törökországi Levelek, hatodik rész. Rodostó, 1735. október 8-a. Amely keresztet még előre ellátjuk, hogy viselni fogjuk, úgy tetszik, hogy azt ott könnyebben kellene viselni. A szegénységet is könnyebben tűrik, ha csak lassan-lassan esnek abban, mert hozzászokik. Édes néném, a jó Isten újabb keresztet adott reám, amelyet még előre által láttam volt, hogy reám fog szállani, de azzal könnyebnek nem találom. De remélem, hogy aki reám adta, erőt is áld a hordozására. Ítéld el, néném, ha nem nagy kereszté rajtam, hogy a mi jó sibrik apánkot el kellett tegnap temetnünk. Annyi nagy és hosszas betegsége után az Isten magához vevé. Egyrészt halálán nem kellene szomorkodnunk, mert az Isten végét vetette sok szenvedésinek. De másrészt lehet szomorkodnom, mert az egész gond és baj reám szállott, amely nem kevés olyan állapotban, mint amelyben vagyok. Kétféle nemzettel van bajom, akik egymást nem szeretik. Vannak olyanok, akik nem voltak kezem alatt, és akik nem szoktak a tőlem való függéshez, akik azt tartják, hogy már most felszabadultak minden más alatt való lételtől, akik azt gondolják, hogy az fejedelem csak hamar elérkezik, azért addig nem szükséges függeni valakitől. Azt is tekintik, hogy én tőlem, akitől kell függeniek igazság szerint, én magam sem ismerem a fejedelmet, azt sem tudom, mint leszek elméiben. Mivel az gyakorta történik, hogy akit az atya szeretett, azt a fia nem kedvelli. Azt is hozzáteszem, hogy akitől se adományt, se büntetést nem várnak, ott az engedelmesség sem egész mert az embereket vagy a haszonkeresés, vagy a félelem vezéreli. Ritkán a szeretet, vagy a becsület. Egy fejjebb valónak pedig nem lehet magának azzal igen hízelkedni, hogy szeressék mindenek csak ajándékon, hogyha tőle valamit nem várhatnak, mint én tőlem, hogy nem várhatnak. A való, hogy mindenkor csak azon kell igyekezni, hogy az alattunk valók inkább szeressenek, mint féljenek. De azzal nem kell magunknak hízelkedni, hanem azt kell egy fejjebb valónak magában feltenni, hogy kinek, kinek a maga rendihez való becsületét megadja. A maga hivatalját ne az emberekért való nézve kívánja jól végbevinni, hanem az Istenért, és igen szeresse az igazságot. De ám bár mindeneket jól végben vigyen is, hagyják-e szó nélkül. nem. A tisztségben lévőkre mindenkor balítéletet szoktak tenni. De aki az igaz úton jár, van mivel végasztalni magát. Végasztalj, édes néném, mert van szükségemre rá. De egyik végasztalásom a, ha egészségedre vigyázz. A vezérnek írott búcsúzó levelét urunknak most jut eszemben, hogy eddig el kellett volna kétnek küldenem. Soha keresztény fejedelemhez a porta olyan hitellel nem volt, mint ő hozzája szegényhez. Az ő tanácsát mind becsülte, mind követte. Hidd el, néném, hogy tudott is jó tanácsot adni. A fényes porta fővezérjének, Alipasának halála előtt írott búcsúzó levelének párja ezen dicsőséges birodalom első méltóságában tündöklő, nagy bölcsességgel felékesítetett fővezér, kedves szívbéli barátom, két Isten mindenható jókkal megálljon. Kétségkívül csodálkozni fog a vezér, kedves barátom, amidőn halálom hírével ezen levelemet fogja venni. De mivel az emberi természetnek halandósága, a halált elkerülhetetlennek lenni mutatta. Az Istenhez való szeretet hívott, hogy hozzá készüljek, és a győzhetetlen császárhoz való hálá adóságom összönözött, hogy búcsú vétlen e világból ki nem menjek. Melyre nézve, még egészséges voltomban, mindenekről rendelést tévén, az udvarom főtiszteinek megparancsoltam, hogy halálom történvén, amidőn a vezért tudósítani fogják, kedves barátomnak ezen levelemet megküldjék. Hassanak azért szívére igaz barátjának utolsó szavai, és mutassa bé a császárnak, kegyelmes uramnak, igaz hála adósággal teljes szívemnek utolsó beszédit. Mindenkor az Isten megfoghatatlan bölcsessége rendelésének tulajdonítottam ezen fényes birodalomban való jövetelemet. De kivált képpen azon indulatomot, amelytől viseltetvén oly időben jöttem, amidőn a hadakozás szerencsétlen sorsa által legnagyobb változások között forgottak a birodalom dolgai. Meggyőzte vala elmémet, az Istenben vetett bizodalom és fényes portában helyheztetett reménységem, hogy engemet el nem hágy. És íme, életemnek utolsó órájában is mondhatom, hogy meg nem csaladtam. Mert személyemet becsületben tartván, a velem lévő kevés számú híveimmel táplált, és az ellenségim szándékitól megoltalmazott. Én is mindezeket szemem előtt viselvén életemben, orcám pirulása nélkül múlok ki ezen halandó világból, mert nem vádol lelkem üsmerete, hogy a birodalomban valakit megbántottam volna, és hogy a fényes porta valóságos jóvát, mindent tőlem lehető módok szerint nem kerestem volna. Vígasztalásomra volt életemben sokszor, hogy ezen egyenes szándékomot a porta miniszteri megismervén hozzám jó szívvel voltak, és így csendes nyugodalomban élvén, ezen utolsó órámhoz készültem, amelytől egyedül várhatta minden nyomorúságimtól való felszabadulásimot. Mivel pedig törvényem azt parancsolta, hogy az Istent mindenek felett, és fele barátomot ő érette, mint önnön magamot szeressem, mondhatom, hogy mindazokat, akiket Isten ezen a világon gondviselésem alá bízott, ám bár szolgálatomra rendeltettek, fiaim gyanán tartván szerettem, és ezen indulattól viseltetvén, írásban tett rendelésim szerint, amin volt, közikben osztottam. De nem szégyenlem megvallani, oly megszűkült állapotomot, hogy a császár mellém rendelt, és engemet jó szívvel, szorgalmatos hívséggel szolgáló tiszteinek illendő megjutalmaztatásokra semmit sem hagyhattam. Melyre nézve, ha a győzhetetlen császár előtt valamely érdemet tulajdoníthattam volna magamnak, azon kértem volna, hogy mindazokhoz, akik mellém rendeltettek vala, én érettem mutassa kegyelmességét. De, minthogy magam is annyi esztendőktől fogvást, inkább terhére voltam a portának, mint sem hasznára. Egyedül csak a császár kegyelmességében ajánlom egyenként őket de kiváltképpen Ibrahim hív tolmácsomot. A mindenható Isten jutalmaztassa meg legdrágább áldásival velem tett jótéteményit, és azon Isten nevében kérem, engedje meg, hogy kevés számú híveim, mint egy pásztor nélkül hagyatott juhok, írásban tett rendelésimet véghez vivén, testemet az édesanyám mellé minden világi pompa nélkül nyugosztatván, minden háborgatás nélkül bátorságosan követhessék más országokra útjukat. Vagy akinek tetszeni fog, a birodalomban megmaradhassanak. Mindezek után pedig azon Istentől minden testi és lelki áldást kívánván a vezérnek és az egész birodalomnak végzi szavait holtig hűséges barátja, már porrá és hamuvá leendő Rákóczi Ferenc. Rodostó, 1736. december 6-a. Hálá Istennek, ha sokára is, de elérkezék Rákóczi József. Azt gondoltuk, hogy mind a kettő eljő, de csak a nagyobbik jött el. A hajó Gallipolinál maradott, maga egy magával idejött jött szárazon. Tegnap estve nem akarván közingben jőni, csak a vendégfogadóban szállott. Elérkezését tudtomra adatván, oda mentem hozzája. Ma is voltam egy nehány órát véle, mivel Konstancinápolyban ment. Még nem tudhatok ítéletet tenni felőle. Isten tudja, mi csodás lesz. Csak azt vettem észre, hogy haragos. Éppen jókor érkezett. Nekem azon örülni kell. A sok bajtól megmenekedem. Nem volt több tíz tallérnál az egész ház költségére. De aki a fogadatta, ennünk is át. Rodostó, 1737, március 8-a. néném, nyertünk mi a változásban, mint Bertók a csíkban. Végasztalásunkra vártok ezt az ifjú fejedelmet, de szomorúságunkra jött. A szép rendtartást, amelyet az atya szabott volt közöttünk, és amelyet oly igyekezett annyi esztendők alatt megtartani és megtartatni velünk, mint holtig, azt a fia harmadnap alatt felfordítá, és annak elrontásán kezdé el az itt való életét úgy annyira, hogy olyan kevés idő alatt abban a keresztény és fejedelemhez illendő rendű tartásban csak egy kis fótocska sem marad meg. Minden eltöröltetett, és csak a nagy rendetlenségnek ködje szállotta meg a házunkot. Csak ebből elítélheti akárki, hogy mit remélhetünk, kivált mi, akik olyan nagy fejedelmet szolgáltunk volt, Akinek minden dolga okosságból, rendből és kegyességből állott. Most pedig. Mind ellenkezőt látunk. Mert a rendet nagy rendetlenség követte. Az okosságot, a hebehúrgyaság, a kegyességet, a harag és az idegenség, úgy annyira, hogy harminc esztendőtől fogva való bújdosásunk oly súlyosnak nem tetszett, mint már ez a három holnap. Most súhajtjuk leginkább a mi megholt urunkot, mert szomorúan kell néznünk az atya és a fia között való nagy különbséget. De már ebben benne vagyunk. Mihent ide érkezett, az atyának minden jószágát híven kezében adtam. Való, hogy káromolás nélkül nem maradtam, mert a hamis atyafiak sokkal vádoltanak, és a hamis vádolásra a fejedelem sokat vizsgálódott utánam alattomban, de becsületem megsértésére valót semmit nem talált. Ezt nékem maga is megvallotta. Nincsen semmi jobb, mint az igaz úton járni. Az volna kívánatos dolog, hogy az atya nyomdokát követné, mert a bizonyos, hogy a porta vizsgálódik utána, hogy micsoda természetű. Azt kérthetnéd néném, hogy én mint vagyok az elméiben csak úgy, mint a többi. Nékem csak Isten fizessét sem mondott azért, hogy jó szágára cselédire viseltem gondot. Itt tegnap nagy földindulás volt, a föld nem nyughatik alattunk. Jó egészséget, néni. Rodostó, 1737. szeptember 13-a A békesség fellévén bontva, Azért a portának sem lévén szükséges, hogy arra vigyázzon, amire eddig kellett vigyázni. Erre való nézve a kalmakán egy levelet külde ide egy vezéragától, amelyben tudtár adja a fejedelemnek, hogy a porta kívánja Konstancinápolyban való menetelét. A porta meg akarván ezzel mutatni, hogy teljességgel való ellensége a német császárnak, és belőlünk ijesztőt akar csinálni. Szegény fejedelem, ha most élne, mit gondolna és mit csinálna? Mert azt sokszor hallottam szegénytől, hogy nem kívánja a portának a némettel való hadakozását, mert írtózik a törökkel való hadakozástól, és hogy inkább szereti itt halálát, mint sem azt látni, hogy érette rablásokat tegyenek erdélyben. Elég az, hogy mi bély megyünk, Isten tudja mire. Azt is jó megtudni, hogy új vezért tettek a táboron. Többet nem írok, mert készülni kell. Amely helyben pedig sok esztendőket töltött valaki. Onnét nehezen mozdul ki. Jó egészséget, néném. Konstantinápoly 1737. szeptember 21-e. Elhagyók néném rodostót, annyi esztendők múlva. Kibontakozánk onnét? De hogy? Csak herdi burdi módjára. A fejedelem csak kevesed magával indul a meg, de úgy, mintha az ellenség lett volna a hátunkon. Még csak annyi idő sem adott magának se nekünk, hogy a portékáit elrakják. Mert talán csak arra való volt, hogy elmondhassa, amit nékem mondott – nem halok én itt meg, mint az apám. Nem felelékre rá, de gondolám, hogy talán még Erdélyben sem. Elég a, hogy tegnap ebédtájban a város mellé érkezvén egy udvarházhoz vivének. Ott a császár tisztei a fejedelmet megvendéglék. Ebéd után mind a fejedelem, mind mi alánk paripákot adának. Onnét megindulván pompával kísérék a császár tisztei a szállására, amely csak egy szőcs háza, de kényesen ellakhatik egy fejedelem benne. A házak mind fel voltak ékesítve az idevaló mód szerint a császár parancsolatjából. Mint hogy még itt igen újak vagyunk, azért semmi új dolgot nem írhatok többet, hanem csak azt írom időtöltésért, hogy olyan nagy állatot láttam, aki felől gyermekségemtől fogvást hallok beszélni, és kívántam látni. Már ebből észreveszi egyelmed, hogy az egy elefánt. Ez a nagy állat egérszőrű. A feje olyan, valamint írják. A fülei, valamint az asszonyok legyezője. A szájából két felől két vastag fog nő ki, mint a karom. Azok pedig hosszak, az ételre azok néki nem használhatnak, de az is bizonyos, hogy a természet azokat néki használra adta. Az is bizonyos, hogy az esztergárosok sok szép drága munkára fordítják azokat. De amit leginkább csodáltam abban az állatban, az orrát. Azon szívja fel a vizet, mikor iszik, vagy mikor magát mossa, azzal fecskendezi. Azzal áld magának enni, a neki oly, mint nékünk a kezünk. Ő azzal egy poltúrát felveszen, ő azzal egy csomó szalmát felveszen, és magát mindenütt legyezi, mert a farkának azt a hasznát nem veheti. Akit pedig azzal megüt, meg ütve. Csodálatos az Isten az ő munkáiban. Elég már arról a nagy állatról beszélleni. Konstanci Nápoly, 1737. október 11-e A fejedelem hetedikén a Kalmakánynál volt Audencián, aki is egy paripát küldött a fejedelem számára. Hasonlóképpen mindenikünk alá is szépen felöltöztetett lovakot. A csahúz pasa jött a fejedelem után, és nagy pompával vitte a Kalmakányhoz. Ott csak kevés ideig lévén, egy nyusztos mentét adata a fejedelemre, Mireánk pedig len mindenikünkre egy kaftánt, és azután minnyája megcsókolók az ő kalmakányi kezét, és visszatérénk hasonló pompával. Elkezdők a komédiát, mert itt azt gondolják, hogy mentő nagyobb becsületet tesznek nekünk, a német annál inkább megijed. Én már másodszor látok ilyen komédiát ebben az országban a teátrumról, hogy szállunk le, meglássuk. Graciánus azt mondja, hogy mihent a citromból a levit kifacsarják, elvetik. És mikor az ember a csorgóból akar inja, meghajul előtte, de azután hátat fordít neki. Ilyen a világ. A tegnapi napot nem mondhatom, hogy elvesztettük volna, mert a moldovai és havasalföldi vajdánékot volt a fejedelem látogatni, csak kevesed magával. Mindenik reá tudta magát tartani. A fejedelmet megajándékozták, bennünket is egy-egy keszkenővel. Mindenik cifrán volt. Mindenikének pedig a szépségével a férje megelégethetik. Férfiú cselédjeket igen keveset láttam, de szolgálót mindenkinél nagy sereggel valamint egy major háznál a sok tyúk. A való, hogy a mi fejedelmünk igen hideg szemekkel nézte ezeket a görög fejedelemnéket, se a szép tyúkoknak balfelől való gondolatot nem adott, mert még abban az órában is a hideg volt rajta, amely már egy darab időtől fogvást, csak nem minden nap vagyon rajta. És amióta ebben az országban érkezett, az egészsége teljességgel megromlott. Talán az is okozza minden kicsidért való haragját. Való, hogy egy szempillantás alatt elmúlik, de minden szempillantásban megújul. Jó egészséget, néni! Konstantinápoly, 1738. január 25-e. A vezér tegnap megizené, hogy három vagy négy nap meg kellene indulnunk, és hogy ma a vezérhez kellene menni. Oda is menénk nagy vizes pompával, mivel nagy eső volt. A vezér melléje ültetvén a fejdelmet, egy kevés idő múlva kávét adata, és a fejdelemre egy nusztos mentét adának, és minket felkaftányozának. E meglevén a vezér és a fejdelem felkelének, és a vezér a fejdelem kezében adá az etnámét, amely levélben a császár erdélyi fejdelemnek üsméri lenni a fejdelmet, a fejdelem is a vezér kezébe adá a portával csinált szövetségnek levelét, és elbúcsúzának egymástól, és a nagy esőben megáztatók a kaftánt. Ebéd után pedig a császár harminc lovat külde a fejdelemnek. A fele szép paripák voltak, a fele közönséges lovak, és ezek mellé egy bécsi hintót hat lóval. Elég az, hogy mi már készülünk a bévet szokás szerint, tudni igen szép rendetlenséggel, mert holnap után el kell indulnunk, vagy akarjuk, vagy sem. Azért nem írhatok többet. Mikes Kelemen, Törökországi Levelek, 7. rész. Csernavoda, 1738. február 19-e. Mi Istennek hálá ideérkezénk tegnap igen nagy bajjal, de egészségesen. Tegnap húshagyó ked volt, de mi még tegnap kezdettük a bőjtöt, és ha mind úgy bőjtölünk, amint elkezdettük, koplalás lesz a vége, mert semmit sem találtunk. Talán jobb lesz ezután, mert itt fogunk maradni egy darabig. Útunk pedig igen havas volt, főképpen, hogy által jöttünk a hegyeken. Csak nem mindenütt jó bulgár faluk vannak, ahol ennivalót lehetett találni, bort eleget. Már azokban a falukban szalonna elegendő, amely Törökországban igen ritka liktárium. De elsőben a bulgár asszony előtt keresztet kell vetni, és úgy át szalannát, másképpen nem adna. Oka ennek az, hogyha egy töröknek adna szalonnát, azt mások meglátnák, lakoznék érette. Csernavoda igen ocsmány helyt vagyon, de nagy falu, szép házak vannak benne. Fele oláhok, fele bolgárok lakják, kevés török. De gazdag kereskedők vannak itt, mind inkább Erdélyben kereskednek. A házak mind egyformára vannak építve. Többet is írnék, ha volna mit. Én pedig maradok kegyelmednek. Vidén, 1738, július 9-e. Mi repülőfélben vagyunk, mert innét is szokásunk szerint szaladva kell készülnünk és megindulnunk. Kivel és hova? Hallgassad békességes tűréssel. E holnapnak ötödik napján a vezér Nissa felől ide érkezék nagy sietséggel. Vagyon véle fegyverfogható 80 ezer ember. Minthogy siet, azért a hadát tovább nem nyugosztalja, és ma megindulunk Orsova felé oka ennek a, hogy az idevaló pasa már vagyon másfél hónapja, hogy orsovát megszállotta és lőttette. De már annak vagyon két hete, hogy Königszeg generális eligazította volt alulla, és a várat megsegítette. A vezérezt megtudván, azért jött ilyen sietséggel erre, s azért is indulunk ma meg, hogy a pasát megsegítse. Nagy áldjukot viszem magával, és mindent, ami kívántatik a várvíváshoz. Olyan áldjú is vagyon, akinek előtte hatvan bival sétál. Tegnap előtt a vezér megizené a fejdelemnek, hogy hadná el vidint, és menne táborban véle. Elkészülünk tehát a bévet szokásunk szerint, és a vezér táborában menénk. De hogy menénk? Mert példa nélkül való dolog a mi dolgunk, Senkinek közülünk lova nincsen, se semmi tábori eszköze. Lovakot eleget adatott a vezér alánk és a katonák alá, de azok posta lovak. El lehet ítélni, ha posta lovakon kellé táborban menni. Elég a, hogy mi azokon megyünk, ugyan postán is térünk vissza. De mind meg lehet a komédiában. Ugyanazért is hurcolod a vezér, gondolván, hogy ha a táborban lészünk, sok magyarok jőnek hozzánk. De hálá Istennek, egy valamire való nem jött. Akik jöttek, azok a fára való felmagasztaltatást kerülték el. Csak a sok szép szót adják, de nem akarják egyéb hasznunkat venni. Kedves néném, egy kis imádság hasznos volna az olyanért, aki postalovon táboroz, FETISZLÁN, 1738. augusztus 26-a. Kedves néném, a kegyelmet parancsolatjára orsovát megvevők. Már most nem Berdót, hanem Allát kiáltanak benne. Ez a változás e szerint mene végben. A kommendáns látván, hogy a vezér teljességgel el nem szállana alólla, valamíg meg nem venné, azt is látta, hogy az ágyuk a kőfalakon igen sok ajtókot csinálának minden nap. De leginkább az vivé a feladásra, hogy a hada igen betegeskedett, mert a sok nyughatatlanságon kívül a sziget igen egészségtelen. Tegyük ehhez azt is, hogy a vezér kikiáltatta volt, hogy aki ostromra megyen, annak 25 tallérja leszen. Erre való nézve sok száz jancsár iratál fel magát. Az ilyen hírt, ha megvitték a várban, gondolkozhattak a feladásról. A kommendás megizeni 12-én a vezérnek, hogy küldene valakit hozzája, akivel végezhessen a vár feladásáról. A vezér Ibrahim Effendit küldé, aki is mindeneket elvégezvén 15-én a kommendás a vezérhez jöve, nagy tisztelettel fogadá, és a vezérnek a várat feladá aki is ajándékkal bocsátá vissza. Ugyanazon a napon a jancsárok elfoglalák a várnak egyik kapuját, amíg egészen kitakarodik a német belőle. Ugyanazon estve meglövék örömét a táboron. A mi hadunk már is kezd oszlani, és talán csak mi maradunk a vezérrel. Az idén nem is tart tovább a hadakozás. A mi dolgunknak is csak hamar vége lesz. A vezér azt izené tegnap a fejdelemnek, hogy készüljön, mert harmincezer emberrel Temesvár felé mehet. Ma pedig megizené, hogy nem is kell Erdéről gondolkodni, hanem arról, hogy véle vidin felé menjünk. Az Isten megoltalmazta édes hazánkot a rablástól. Elég a, hogy holnap innét megindulunk, és elhagyjuk a fekete szalmával, földel, fűvel, fövénnyel elegyesen sült kenyeret. A vezér megígérte, hogy az úton szemben lesz a fejedelemmel. Meglássuk. Ezzel maradok kegyelmednek. Csernavoda, 1738. november 7-e. Én, ha kedves néném levelét nem veszem is, de csak írok, legalább abból megláthatja kegyelmed, hogy még élek. De hogy lehetne kegyelmed levelét vennem, amidőn soha egy helyben nem maradunk? Hol a vízen, hol a földön, hol az ájerben járunk? De bárcsak valamely jóról, és ne csak mindenkor a nyomorúságról kellene írnom. Az elmúlt holnapnak 19. napján indulánk meg oroszcsíkról három vagy négy óra múlva ide is érkezénk rossz állapotban. De a fejdelem végig meg akarja tartani a természetit. Három vagy négy nap múlva, hogy ide érkezénk, mindenikünket eltilt a magától, még a borbéjait is. Való, hogy itt Pest is vagyon, de az orvosokat ugyanazért kellett volna maga mellett megtartani. A körülötte lévő cselédeket is elküldötte szállásáról. Csak éppen egy kóborló doktort, a szakácsot, egy szökött olosz muskatérost és két asszonyt tart maga mellett. Ezekből áll az udvara. Ezek pedig olyan személyek, akiket nem ismért ennek előtte egy-néhány nappal. Lehet-e az ilyenekre bízni életét. A mi minap éjszaka úgy volt, hogy akik mellette vannak, azt gondolták, hogy meghalt. Mindjárt hozzám futottak megmondani, hogy halálán vagyon de hogy meg ne haragítsam, nem mentem eleiben. Csak azt feleltem valamint Eszter. Ha csak a király nem hívat, nem merek eleiben menni. A török tisztek látván, hogy nem helyesen cselekednék, megizenék a fejdelemnek, hogy venne valakit közülünk maga mellé. Ha halála történnék, legyen valaki mellette. Erre való nézve megizené nékem, hogy legyek mellette. Azért már egy nehány nattól fogvást mellette lakom. A borbélyokot, mint egy kítelen maga mellé vette, akiknek tanácsok és akaratjuk ellen, mint egy bosszúból éret vágata magán. Egy szóval, amicsoda állapotban vagyon, nem hiszem, hogy innét kimenjen. Ezzel maradok. Csernavoda, 1738. november 10 -e. Kedves néném, végitérők Rákóczi Józsefnek. Már régtől fogva láttuk, hogy úgy lesz, mint a gyertya. Tegnap igen nagy gyengeséget érezvén, meggyónt és kommunikált, a testamentumát megcsinálta. Már a virradóra, a forró hideg igen nagy lévén rajta, ma annyira elnehezedék, hogy a gyertya már vége felé volt. Mindazonáltal jól beszélt tizenegy óráig, noha már a szemei elhomályosodtak volt, úgy annyira, hogy csak a szováról ismert meg mást. Tizenkét órakor délben a szova elállott, és igen nagy forróságban volt, és csak a jajgatásáról vettük észre, hogy szenved. Két órakor délután a pap fel akarván néki adni az utolsó kenetet, amidőn az imádságot elkezdé, az Istennek adál lelkét 38 esztendős korában. Az Úr irgalmazzon néki. A testet felbontották, a mája mód nélkül megdagadott volt. A testet egy pincében tétettem, mindaddig ott lesz, még válaszjon a portától. A testamentumban azt hagyta, hogy az atya mellé temessék, de nem hiszem, hogy megengedjék. Ebben a fejedelemben, ami fogyatkozás volt, nem a természettől volt, hanem a neveltetéstől. Ez -es szép volt, szíve jó, de a haragról soha meg nem intették. Na, no, az mindjárt elmúlt, de gyakorta jött elé. Se azt néki nem tanácsolták, hogy kívánja magát szerettetni másokkal. Egy szóval, ha az atya nevelhette volna, mind más természetű lett volna. Most ez elég. Másszor másról. Rodostó 1740. június 22-e. Néném, jó egy lépés bukorestől ide. Az Isten ismét visszáhozá ide. Még volt itt a rakás kenyérből, arra visszá kellett jönni, amint a török mondja. Annyi időt tudom, hogy itt el nem töltök, mint az első úttal és már innét vagy Mennyországban, vagy Erdélybe kell menni. Ha itt leszen halálom, legyen meg a mindenható akaratja. Ha innét máshová küld, abban is az ő szent akaratja legyen meg. Csak áldása legyen rajtam. Ámen. Rodostó, 1740. November 19-e. Micsoda nagy híre, néném! csengél a füled! A római császár megholt október 20-án. E dupla nagy hír, mint a, hogy egy nagy császár holt meg, mint a, hogy az ausztriai ház elfogyott a férfiúi ágról. Micsoda szép állapot élni, mert ha megholtunk volna, nem értünk volna meg ilyen nagy dolgot. Eztet, ami atyáink, meg nem érték. Micsoda nagy változást okozhat ez a világban, ebben a nagy vendégfogadóban. Az ó -törvényben, akik levelesek voltak, visszámehettek a főpap halála után. Hát mi várhatjuk éj azt. Erre a hírre százféle gondolatok jőnek eszembe de talán egyik sem leszen úgy, amint gondolom. Azért hagyjuk arra nagy cselédes gazdára. És ha a levél igen kicsiny, a hír igen nagy. Mint vagy, néném, az egészség jó szolgálé. Vigyázz rá, néném, mert látod, -é, mi jó élni. Majd elfelejtettem volna, hogy az Isten jó pápát adott, augusztusnak a végén választották kardinális Lambertinit. Most Benediktus XIV-nek hívják, 64 esztendős. Rodostó, 1754. november 23 -a. Minden bizonyal tudom, hogy örülni fogsz azon, hogy Isten kegyelméből a hónapok óta tartó szomorú setétség elhagyta a szemeimet. Soha nem szabad senkinek is, még az ellenségünknek is rosszat kívánni. De a bizonyos, hogy másnak vakságot kívánni nagyobb, mint sem halált. A szemem világa minden orvosság nélkül csak az Isten kegyelmével tért vissza. Ennek a holnapnak a kezdetén valamivel jobban kezdék látni. Ennek előtte pedig egy nehány nappal a szemeimben kezdém érezni, mintha valami gaz esett volna mind a kettőben. Valami szúrta őket két vagy három nap. Tudtam pedig, hogy semmi nem esett a szemeimbe, másokkal is nézettem, semmit nem láttak az jutott eszembe, hogy talán a hártyikák, amelyek a szemeim előtt voltak, talán azok akarnak leesni. Úgy is lett, mert harmadnap múlva nem érzettem azt a nehéz szúrást a szemeimben, és sokkal világosabban láttam. Egy szóval, az Isten kegyelméből ma az innepem napján az imádságos könyvnek hasznát vehettem, amely nem lehetett másfél esztendőtől fogva. Én is én már jobban szánom a vakokot. De ha a testi vakság nagy dolog, a lelki százszorta nagyobb. Kedves néném, oltalmazzon meg az Isten mindenikétől. Rodostó, 1754. december 14-e. Kedves néném, lehet én -e nagyobb hírt írni, mint egy hatalmas császárnak halálát. Ma hallottuk meg, hogy tegnap mamut császár elhagyja a világot. Egy néhány napig beteges kedvén a nép igen kívánta volna látni. Olyan helyre viteté magát, ahol megláthatá. Tegnap, hogy a népnek kedvit találja, nagy erőt vévé magán lóra ült, és a Szent Szófia templomában ment. Mikor visszatért volna, ha meg nem kapták volna, leesett volna a lóról, és amidőn a házához érkezék, csak hamar meghala. Elmondhatni, hogy nagy császár volt. A hadakozásba szerencsés volt, azt elmondhatni. Azt is elmondhatni, hogy nem kívánta hadakozást elkezdeni, és békességben akart uralkodni. egy akartak zenebonát indítani ellene, de ő annak elejét vette, lecsendesítette, és az azt indítóktól a fejeket elvétette, hogy többé azt ne cselekedjék. A nép igen szerette, mind keresztjén, mind török. Maga is a keresztjénekhez jó akarattal volt. A birodalmat csendesen igazgatta. Kegyetlen nem volt, a vezérit sokszor megváltoztatta, de egyet sem öletett meg. Elmondhatni felőle, hogy nagy császár volt, noha kistermetű. Helyében oszmánt tették, az atyáról való testvéröcsét. A pedig legkisebb ellenmondás nélkül mene végben. Oszmánnak az anyja még él. Az is megmenekedék a rabságtól. Mint Mamut, mint Oszmán a Mustafa császár fiai. Hm. Én már harmadik császár vendégi vagyunk. Az Isten őszent felsége az ő kezekből táplál minket bőséggel. Kedves néni, Kalinica. Rodostó, 1758. December 20. -a. Kedves néném, nem csak mi, hanem az egész emberi nemzet olyan, mint a halálra ítéltetett rabok, akik nem tudják, mikor viszik ki a halálra. A mi sorsunk éppen olyan. Mennyi urakot, nemes embereket temettünk már el kit egy, kit más esztendőben. Úgy annyira, hogy már csak ketten maradtunk volt zajúrral. Az Isten azt is kivevé a bújdosásból, október 22-én. Már most egyedül maradtam a bújdosók közül, és nem mondhatom, mint eddig, hogy hadd vigyék ki ezt vagy amaszt előre, mert egyedül maradván, nekem kell kimenni az áldozatra. A csáki úr halála után zaj tette volt a porta a magyarok fejévé, akik ebben az országban vannak a császár protekciója alatt. Halála után a portára kellettet mennem, hogy hírré adjam halálát. A szokás szerint engemet tettek básbúggá, mert azt jó megtudni, hogy akik ebbe az országba az öreg rákócival jöttünk, azok közül csak én maradtam. Hanem akik most velem vannak, azok újjak. Micsodás a világ? Mennyi változáson mentem már által, de az Istennek gondviselése mindenkor velem volt, és vagyom minnyájunkkal egész predikációt csinálhatnék a siralomnak völgyében lévő változó életünkről, amely változást mindaddig próbáljuk, valamelyik az örömnek hegyére nem megyünk. Vagyon immár egy nehány napja, hogy ide visszáérkeztem. Mit rendel az úr ezután felőlem? Az ő kezében vagyok. Hanem azt tudom, hogy a pornak borrá kell lenni. És boldog az, aki nem az úrnak, hanem az úrban hal meg. Annyi hosszas bújdosásom után kellé mást kívánnom annál a boldogságnál. Az első levelemet, amit a nénémnek írtam, 27 esztendős voltam. Eztet pedig 69-be írom. Ebből kiveszek 17 esztendőt, a többit a haszontalan bújdosásban töltöttem. A haszontalant nem kellett volna mondanom, mert az Isten rendelésében nincsen haszontalanság, mert ő mindent a maga dicsőségére rendel. Arra kell tehát vigyáznunk, hogy mi is arra fordítsuk, és úgy minden irántunk való rendelése üdvösségünkre válik. Ne kívánjunk tehát egyebet az Isten akaratjánál. Kérjük az üdvösséges életet, a jó halált és az üdvösséget. És azután megszűnünk a kéréstől, mind a bűntől, mind a bujdosástól, mind a telhetetlen kívánságtól. Ámen. Figyelem! Szintetikus hang következik. Üdvözöllek, szép napot! E-mail címem párkereső.prózákkukat.gmail.com. Webhely párkeresőkötőjelprózák.blogspot.com Talán egyedülálló vagy, és párkapcsolati státuszodat időben rendezni szeretnéd. Sokan különféle okok miatt egyedülállóként élik minden napjaikat, közülük valaki számára mencsvárat tudnék nyújtani. Üzenj részemre és ismerjük meg egymást, vagy csupán cseréljünk hasznos információkat, esetleg pusztán szórakoztassuk egymást. Olyan embert keresek, akivel egy összetartó párost alkothatnánk. Ha átmenetileg nincs ötleted, megelégszem e-mail címmel is, és igyekszem elindítani üzenetváltásunkat, ami egy barátság és párkapcsolat kezdete lehet. Szívesen veszem séta, kiránduló, szabadidő partner jelentkezését is e-mailben vagy PM-ben tudjuk fölvenni a kapcsolatot vagy bármely csevegő platformon. Egészségtudatos, gyermektelen emberrel barátkoznék, ismerkednék hosszú távú párkapcsolat reményében. További hangos könyvekért, novellákért, versekért és egyéb információkért látogass el a kapcsolódó blogra vagy az onnét elérhető Facebook, Instagram oldalakra készségesen válaszolok a felmerülő kérdéseidre e-mailben a megadott címen, bármely csevegő platformon, vagy a következő blogon, ahol a mindenkori aktuális párkapcsolati állapotomról is tájékozódhatsz, valamint kapcsolatfelvételi szándékodat anonim módon is jelezheted a levélboríték ikon melletti üzenő alkalmazás segítségével, párkeresőkötőjelprózák.blogspot.com. Ezen videó, a kapcsolódó blog és az onnan elérhető Facebook, Instagram oldal megosztásával, ajánlásával szintén segíthetsz pár találnom. Egyszerűen oszd meg Facebookon, vagy ajánld ismerőseidnek e-mailben. Köszönöm! Ha felkeltettem érdeklődésed, további információkat olvashatsz rólam itt, pacelink.net per párkereső. E-mail címem még egyszer, párkereső.prózákkukat gmail.com kapcsolódó webhely, ami további hangos könyvek, novellák és versek lelőhelye, párkereső kötőjel prózák.blogspot.com. Köszönöm, hogy meghallgattad társkereső hirdetésem, további szép napot kívánok!